Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. Jó van, Feri, most már visszavetted a pólódat. Ennyi, érted. Húzd fel a nadrágodat. Szeretnék, azt is, csak nem tapsolnának. 6:13, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri. Sziasztok. Hello, drága hallgatók. Napfésrand, ugye? Hát a nevében meg nincs benne a jelentése, bármint az időjárás. Lesz. Ne panaszkodjunk. Így van. Amikor majd lesz. Ne panaszkodjunk, mert gyönyörű szép idő van ahhoz képest, ami mondjuk az elmúlt egy hétben volt, legalábbis Pesten, a szűkebb környezetünkben, de egyébként megnéztem most az applikációt a telefonomon, és az én környezetemben, otthon ugye Saint Laurent Cityben is most jelenleg derűs az idő. Jó, csak mi nem vagyunk ott. Az igaz, de engem azért érdekel, hogy mi van az otthoniakkal, ha már egyszer szeretem őket. És hát itt is, ugye Balaton elén a napfény strandnak a bejáratánál jó idő van. Igen, hát igen. Nézd, nem esik, az már jó. Abszolút, abszolút. Meg ott már egyébként, ott már látom az eget. De nem úgy, hogy a felhőkkel, hanem felhők nélkül. Tehát az ott már tisztul. Meg ha nem lenne jó idő egyébként, akkor valószínűleg Feri sem lenne pólóban. Mert hogy szerintem az év második olyan napja ez. 2014-ben, amikor pólóban látom az a Feri. Kezdi elhízni magát. Nem kezdi elhízni magát. Elárulom neked az minden az napra oka. Egy magyarázat, figyeld. Az oka, hogy a kerékpár, amivel jöttem, ott inget nem tudsz beletenni a biciklis táskába. Elbringáztál Velencéről? Tegnap. Ja, tegnap. Tegnap. Nem ma. Ja, azt hittem, az lenne a menő, de ez is menő. Velencéről elbringáztál. Velencéről el. Aha, délután 3-kor elindultam, szemesen megálltam. Fölraktad a kocsinak a csomagot. Nem, fölraktam a vonatra. Nem, végig tekertem, 4-1-8-ra Balaton szemesen voltam. Ott, mivel most már a jogszabályok megengedik egy üdítő hosszú lépést, megittam a barátommal, azt hiszem egyet, de lehet, hogy több volt, és egy olyan 9:30 körül megérkeztem ide. Na tessék, azt a mindenségét. Ennyi. Ez nagyon kosszáig. Ott áll a kerékben, 103 pontosan. 103-at letekertél. Aha, és akkor a bringa táskában az ing összegyűrődött volna, ezért mondom, pólót veszek. Tessék. Hadd nevessen valamin a közönség. Úgyhogy így. Kapaszkodnunk kell. Nagyon. Odom, egyébként én azt gondolom, hogy tényleg igazán van. Ez a Feri már nem az a Feri. Én mondtam, na, vagy nagyon... vagy velem. Én mondtam neked, hogy itt valami nem stimmel. Vagy nagyon komoly egészségtudat, vagy nagyon komoly szponzorál a háttér. Valami nagyon nagy valami van. Vagy a lóvé, vagy az egészséges élet. Tehát a kettő közül... Egy írtozatos fogadás. Igen. Valami titkos... megcsinálod. Valami titkos szponzor, aki brutális dellát fizet, hogy a Feri sportos életet éljen, vagy valami életmódváltozás, nem tudom, de ez az ember nem az. És mindenkinek javaslom egyébként a kerékpározást a Balaton mellett, mert ha érted, mire gondolom. Igen. Nagyon jó. Jó, nagyon jó, jó, jó. Igen, mert úgy jövök, hogy ott van kerékpárút Fehérvárig, Fehérvár után, ott kimész egy kicsit a hetesre, tehát ott van egy kaland, egy 40 kilométeres kaland jellege a hetes számú főúton, vagy most már 70-es úgy hívják, és ott lejössz Siófoknál, és utána végig jössz a parton. És ott már Siófokon bejön a kerékpárút, és akkor ott már lehet végig jönni. Igen, aha. Van ugye egy ilyen bringa körútat kijelöltek a Balaton körül, aminek hát vannak hiányosságai többek között az, hogy néha nem tudod, hogy merre kell menni, de ez csak egy-két hely van ilyen, hogy nincs kitáblázva, és mész a Siófoki parton, és hát vonulás van, érted? Nagyon jó. Lassan, ott szépen lassan kell menni, nehogy valakit elüssé. Mondjuk tegnap estén már túlgondoltam mindent, minden ilyen filmesztelens futó látványában már a Ferit véltem felfedezni. Jöttünk így a parton, és... Szóltam volna. Vonultunk Szárszó felé, a kedvenc ételmünk felé, hogy megvacsorázunk a családdal, ahol aztán egyébként Balázsékkal is összefutottunk. És szerintem nem bánták meg. Nem, tényleg jó volt. És nézem mindig a futókat, nézem, spontán közgatja, oké, megvan, talán Feri lesz az félmeztelen, húha, ez kicsit erős. Az még nem jó, nézzük szemből is. De akkor nem is bele. Akkor tegnap meg volt a sport. Nem hiányzott. Nem futottál, hanem... egy futás. Itt azért is mondtam a Janinak, mert ő kérdezte, hogy futunk-e. Este is mondtam, hogy hát nem hiszem. Akkor még titokban tartottam, mert mondom, mi van, ha mégiscsak fél úton összeesek. Nagyon és nem tudok idáig van. Eljönni. Úgyhogy most ezt a futást kihagytam. De most mi lesz a hazafelé vezető úton? Hát fölülök a bringára és hazatekerek. Ja, hát tulajdonképpen nem is Pestig, csak Velencéig, nem? De hát az semmi, tényleg. De ma neki is vágsz? Hát van, haza kell menni valahogy. Akkor vasárnapra otthon vagy. Aha, ja, úgy. 4 óra 20 perc volt a 100 kilométer. Az nagyon szép. Nagyon szép teljesítmény. Az nagyon komoly. Az nagyon jó. 100 kilométer.
Az nagyon rendben. Hát mondjuk ehhez képest akkor azt mondom, hogy akkor 90 ugye az Ironman-nek a fél távja, akkor ugye a kerékpárosunk az... Már tulajdonképpen, ha nem ennék szabadságon... Köszönjük, hogy tegnap jelentkeztetek. Sajnos tegnap Juli lebeszélte a dolgot. Ha nem lennénk Szabin, akkor összeállna a csapat. Te futnál, te tekernél, és valaki úszna. Igen. Tehát, hogy abszolút. Tehát, meg simán meg tudnánk lenni. Én az Iron Kids-en ugye a gyereket fogom menedzselni. Élet első futóversenye lesz gyakorlatilag, ami csak róla fog szólni. Mennyit fut? 1,4 kilométer, ott különböző távokon indulhatnak majd a kicsik, de van ilyen akvatlon is, meg hasonlók, tehát hogy ott különböző tevékenységek közül választottak, mi most a futást választottuk, és pont belefér még éppen, hogy csak nagy nehezen bele szuszakoljuk majd ebbe. Egészen meglepő módon ugye egy elég szép szál gyerek lett, rácáfolva az apja genetikájára, és a furán fog majd ott kinézni a kicsik között, de nem baj, legalább belekerül az első száz. Igen, igen, tegnap láttam, valóban. Meg valóban növésnek indul. Igen. Sudár a gyermek. Igen. Sudár a gyermek, úgyhogy már szólni kell neki, hogy ugyan csukjuk már be a bejárati ajtót, mert most már picit más testi adottságokkal rendelkezel, mint korábban, amikor a Balatonparton púcéra vetközhetél és rohangálhattál gumilabdákkal. Úgyhogy most már nem biztos, hogy serdül a jány. Most is csinálhatja, csak már oda néznek, igen, tudod? Igen. Most már oda-oda néznek. Igen. Igen. Le is kellett mennem a biztonságőrre beszél. De ne kukkoljon. Adjon éjszaka egy függöny. Hogy takarjak egy transzparenset, a fél apartman házat. Igen, ez olyan kis benézegetős ez a hely, ahol vagyunk. Mi jaj, de nagyon jó hely, nagyon szeretem. Sétáltunk este, és nagyon klassz életképeket láttunk, ugyanis egy csomóan nem húzzák el számomra teljesen fura módon a sötétítő függönyt. Van ahol egy férfi, benézt, sétáltunk lent, van ahol egy házas pár vagy egy pár volt bent, ott a férfi levette az okniát és erősen szagolgatni kezdte. A másik életkép, amit láttunk, egy férfi egy gumimatraccal kint az erkélyen a sarokból próbálta a szúnyogot, vagy a fogot. Ez volt nálam. Gumimatracot, és elkezdtünk a Wikian ilyen életképeket nézni, és mindenhol bepillantottunk egy-egy család kis intim magánéletébe. A gumimatraca, a szúnyog hajkurászás, azt nagyon-nagyon szerettem. A nő állt és nagyon drukkolt, a férfi pedig így megpróbált egy székre fölállni, és én gumimatraccal így felszorítani a szúnyogot a sarokba. Szenzációs volt. Én nem tudom, igen, valahogy sokan szeretik ezt a kis benézést, ugye, mert hogy égben a lámpa, nem is gondolod, de hát kintről meg ugye azért elég sok helyre belátni, és nem nagyon húzták el a sötétítőt, nagyon szórakoztató volt. Nem tudom, mi lett a vége. Azért. Igen. Nyaralsz, laza vagy, hadd nézzék a tested. Persze. Megszagolod az okrüdet, hát nincs azzal baj. Na, mikor nyit a strand, gyerekek? Azt tudjuk? Vagy mennyit van? 8-kor? 9-kor? Amikor nem lesz keresztbe az a vaskap. 8? Igen. 8. Tehát most még akkor ne küldjünk be senkit a strandra, hogy már lehet 8. menni fürdőzni. Ugye? Azt talán kicsit erős lenne. Viszont úgy tudom, hogy meghosszabbított nyitvatartás van, tudomásom szerint. És a Balaton legolcsóbb strandja egyébként, vagy az egyik legolcsóbb, azt olvastam, hogy nagyon ilyen pár száz forintos belépő van. És szerintem most nyilván koncert végéig 10 ja, igen, vannak. És hát ugye a koncertek, nagyon jó koncertek lesznek ma, és valószínűleg, ha ilyen idő lesz, akkor nem is fognak elmaradni, mint sajnos Füreden, mert ott azért én azt gondolom, hogy nem volt happy end a nap vége ebből a szempontból, viszont itt lesz egy orbitális, ami zárni fogja az egészet, Hooligans koncert, tavaly rettenetesen komoly koncertet nyomtak, mi itt egyébként a szállásunknak a teraszáról hallgattuk végig. Na, aki és ott volt szeretni. Füreden, és ugye nem volt koncert, az szomorú, most jöjjön el ide gyorsan. Úszol rá, tekerjen át, vagy kerülje meg a Balatont. De 10 órakor találkozhatunk nem kisebb nagysággal itt a Kontinens stúdiónknál, a Napfény strand bejáratánál. Mit kasza, Tibor? Oh, láttam az arcokat. Mondd ki még egyszer. Kasza, Tibor! Oh. Így van. Kasza Tiborral is találkozhatunk, hogy egyébként nem tudom leolvasni. A Vasnak testvérek is. Itt lesznek ugye a Király testvérek is, legalábbis kettő közülük. Linda és Viktor is, és aztán ki lesz még, itt hagytam ki. A nap ja, ilyenkor szokták senki. Azt mondani, hogy a teljes igénye nélkül. És sorolhatnám még napestig. Délben felé még Dolly. A Dolly Buster duo. A Dolly és a Buster. Igen, ők megmutatják, hogy mit tudnak. Nem mindenkit elmondtunk egyébként nagyjából. Ó, itt már látom, hogy Fekete Fehér igen nemre játékra jelentkeznek egyébként. Mi van oda? Nem látok, hogy leverlek benneteket? Azt mondja, a Fekete Fehér igen nem, levelek titeket, mint a taxis, az Omega. Igen, az Omega harmadát. Hát most ott a Benkőik mégis perelnek, úgyhogy ott valami... Akkor mégis per lesz? Mégis per lesz. Mire a taxis nem fogadta el a meghívást az Omega koncertre? Elfogadta, csak utána lett valami.
csak utána meg is változott a dolog. Hogy a kóbor a zenekari próbán elkezdte otogatni a Benkőt. Fihet, nem hagyhat mennyiben. Hülye vagy, tudod, mennyi lóvét lehet kiúzni csávóból. Hát, hogy megint összeverekedtek. Hogy az volt? Én vagyok a taxis. Hány percet kincsnénk. És hát megint bunyol lett a vége. Gyerekek, a 70-es korosztályt egy picit most megtanították, erről beszéltünk. Ha jönnek a 60-asok, az 50-esek. Ők még tudták, mi a rock and roll. Igen. Én szerintem van benne kratnék 70 évesen verekedni az éjszakába a taxisofőrrel. Szerintem ez... Jó, majd próbált ki. szerintem ez meg lesz abszolút. Na nézzük a hallgatóinkat, hogy ki hánykor érkezett, illetve mit ír nekünk. Nagyon rendes, valaki 2:45-kor küldött nekünk közlekedési hírt. Azért abban van lendület, nem? Bárki is volt, Mr. Bean alá is írta, köszönjük szépen. De ezt nem olvasom be, mert szerintem bármi történt, érvényét vesztette, ha csak nem robbant föl az autópálya, ott nagyon már nem lehet semmi. 2:45-kor mit csináltam, 2:45-kor? Szerintem valamilyen nagyon súlyos megébredésnek az áldozata voltam, mert a fürdőszobablakunkat, amikor kinyitottam, akkor hallottam, hogy valami egyszerűen ilyen beazonosítatatlan hang lehet, hogy mit tudom én, itt Pataki Attilával leszálltod egy UFO, és engem is meg akartak kaparintani, hogy elültessenek egy embriót a beleimben, de nem, hanem egy vonat ment el, mert hogy egyébként a mi apartmanunk az pont a vasútvonal felé néz, és iszonyatos hanggal átszáguldott valami, nem tudom milyen express, na kb. Ezt csináltam én 2:45-kor. Az ott volt, megy mellettünk a vasút is, én azt hallottam. Mögöttünk, ugye? Igen, az ő éves szólnyetárunkkor. Hát ez emiatt a hangja. Ja, te hülye vagyok. Igen. És akkor végig tapogattam magam, hogy mindenem megvan, parancsnok oldalfél, hogy megvolt, visszaaludtam. De ez valahogy a balatoni sajátosság, nem? Hozzátartozik az egész. A sinen elhúzó 10 percenkénti személyvonat, 1 óránkénti tehervonat, a szállás mellett ugye mindenkinek tulajdonképpen az arcában megy a vonat. Ugye, hát nem tudom, ezt hogy találták ki, hogy miért nem vitték egy kicsit beljebb, hogy miért nem építették beljebb. Ez abszolút a Balaton sajátja. Bárhol vagy, ott a töltés, megy a vonat, nem? Tehát, hogy ez abszolút hozzátartozik. Ma nem sütit hoztam nektek, mint Pécsen, hanem más ajándékot, amit szeretnék átadni Puszi Vivi. Vivi írta ezt 4:02-kor. Más ajándékot, egy transvestite? 4 órakor írtad nekünk, nem tudsz aludni? De te is alvászavaros vagy, mint én. És 4 óra óta itt állsz, vagy 4 órakor fölkeltél és írtál egy SMS-t? Fölkeltél és írtál egy SMS-t. 4:02-kor. Akkor feküdtem le konkrétan. Az micsoda? Jaj, hát ez egy kár volt. De jó, karikatúrákat kaptunk. De ezek szerintem nem karikatúrák, nem? Nem, ő ilyenre akarta. Karikatúrákat kaptunk. Nem, Jani, szerintem nem karikatúrák. Ezek így készültek? De nem. Látod, hogy ez a Feriről Madame Tussaud panoptikumában készült. Mit gondolsz? Nem karikatúra, ugye? De drágák vagytok. Nem karikatúra. Ezek igazi. Így nézek ki, akkor tényleg kell egy ráncfelhavalás. Kirajzoltad, de rajzoltad? De ügyesek vagytok. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Hát a Janinak olyan, mintha ellőtték volna fél arcát. Neked pedig itt 2 oldalt megcsíp. Nem, meghúzták. Miért 4 órakor? Tehát akkor keltetek? Vagy akkor fölkeltetek? Már nem bírt aludni. Honnan jöttetek, helyi? Dobogókő? Aha. Sopronkőhida? Sopronkőhida? Karancslapújtő? Szerintem ezt nem fogjuk tudni leolvasni. Igen, tehát ezzel ellennénk nézik, igen. Egyébként most, ahogy nézem, a 3 képet felé járt a legjobban, mert én mondjuk úgy nézek ki, mint akire rázárták a bronzáriumot. És a 3 perc, nem 3 óra? Ugye a kérdés az az... És Balázs pedig egy nagyon súlyos urológiai kezelés közepette lett szemből lefotozva. Igen. Így, doktor úr, biztos, hogy szükség van erre, az a már masszázra. A mandulám. Igen, de nagyon aranyosak vagytok, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy majd mindjárt átveszünk, jó? Mindjárt kijövünk. Azt mondja, már itt vagyok, és nagyon várlak titeket, izgulok. Ez jött 17:30. Kérlek, hogy játszunk, B-Tibi. Vézolika után B-Tibi. Hol van B-Tibi? Látsz? B-Tibi, te se tudsz aludni. Jó, a 17:30, nagyon jó. Van dalod? Van, nincs Balaton nincs. Című dalod, mint Vézolikának? Nagyon jó. Azt mondja, hogy Tibivel is találkoztunk, jó van. A Balázs még nem ért le lellére, kérdezi Attila. 6:11-kor. Nem, én még igazából Pestén vagyok. Feri, most őszintén jó az Alfa? Nem tűnik túl őszintének ez a biciklizés. Jó. Tényleg, jó. Mi történt? Semmi ilyen labdát baj. Le se csaptunk tényleg, ha nem tűnik föl, hogy bringával jön. Ugye? Hát ez még álmosak sokkal több vagyunk. Jó indulat van bennünk, mint ahogy gondoltam. Igen, mély jellegbelül. Valahol fura, ez elmegy mellettünk ez a vonat, hogy nem kérdezünk rá, hogy mi van az Alfával, amikor 100 kilométereket tekel. De Tamás ezt észrevette. Köszönjük szépen. Hát vagy ugye át van a motor szerelve az Alfába egy...
egy delfines csúszdásba. Igen, igen. Na, és van egy SMS-ünk, ez viszont már egészen friss, miszerint az M5-ösön a Dabasi lehajtónál brutális nagy baleset van, és ugyan nem írják még a hallgatóink, hogy pályazár van, de egy kamion gázolt el egy férfit, és ez 6 óra 20-kor jött, úgyhogy igen, azt nézem még, hogy melyik irányba, de nem látom. Az M5-ös autópályán írjátok meg, hogy melyik irányba. Jó, a Dabasi lehajtó után, csak hogy merre. Mert ott szerintem pillanatokon belül pályazár lesz. Tehát ott azt nekünk mondanunk kell. Jó, ha valaki arra jár, vagy ott áll éppen a dugóban a baleset előtt, akkor küldje már el nekünk, hogy mi a helyzet. Jó, és melyik irányban van. Na, hogy állunk a játékkal? Mi van most? 3-1. Vezetünk, vagy? Nem. A 3-1 a hallgatóknak van, 3 nekünk. Akkor 1-3. Mert mi mindig otthon játszunk. Ja, és akkor magunknak igen. Mondjuk így úszoriasan előre, akkor 1-3. Finoman elbukni látszik a hét. Az a hét az elment, de hát kell egy ilyen is. Annyi aha. Baj legyen. Ez egy ilyen hallgatóbarát hét volt. El odaadtuk, nem? Fogjuk erre? Így van, hagytuk magunkat legyűrni. Jó, azért még most próbáljunk helytállni. Jó, egy picit szépítsünk. Hát még a 3-2 azért az jobb, mint a 4-1. Természetesen a helyszínről fogunk választani, hogy ez már lenni szokott. És akár győz, akár veszít, a játékosunk kapni fog. És ne felejtsük el, hogy ezen a héten is, pontosabban ezen a napon is fogunk még Chelsea-Fradi jegyeket. Még mindig pontosan van? A Fradi-Chelsea jegyeket. Megkaptuk az egy B közepet? Mennyi jegyet kaptunk? Hát nagyon sok van. Még hétfőn is van? Nem eleget. Te jó Isten. A beérkező SMS mennyiségekből láthatjuk, hogy nem eleget kaptunk, mert hogy ezrével jönnek a megfejtések általában. Igen. Jó, tehát mi a lényeg, akkor most senki ne jelentkezzen SMS-ben játékra. Jó. Mert hogy a helyszínről választunk játékost, 3-1 van, vagyis cél a szépítész, 3-2-re szeretnénk hozni ezt a hetet, úgyhogy nem sokára játékost választunk. Fél hét van pontosan, jönnek a hírek után itt vagyunk mi is. 6 óra múlt 49 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, Kassa Tibi! Így van, köszönjük hát... szépen Tibi, találkozunk jövő héten kedden. Így van, 10 órakor élőben mutatja meg Lellének az ő kis testét, a hangját. Itt bent a napfény strandon. A kisugárzását, igen. Azt kikérem magamnak, hogy ezt most nem élőben nyomta. Hát lejöhetett volna. Soha nem nyomja élőben. Ja, az is igen, de hülye vagyok. Igen. Szóval jön hozzánk és hozzátok 10 órakor. Na, meg van a játékosunk? Meg, itt olyan van? Játékosunk van, mint még soha. Úgy akar bennünket lenyomni, mint omegás a taxist, vagy taxis az omegás? Ugye nem mindegy a sorrend. Ki kinek hisz? Valaki a taxisnak hisz, valaki az omegásoknak hisz. Na, megnézzük akkor, hogy ki a mai játékosunk. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Hello, jó reggel, ciao. Jó reggelt kívánok. Szia. Hello, hogy hello, innen? Marika vagyok, Rajkáról. Marika, hello Marika, kinek integettél? Kik vannak még itt veled? A férjem, öcsém, barátnője és a kisebbik fiam. Sziasztok. A megaláztatásodra ennyien eljöttek. De tész, szegények. Igen, ők az erősítés. Mióta vagytok itt? Mióta vagyunk itt. Tegnap jöttünk ide. Aha. De végül is Évfülöpön vagyunk, ott nyaralunk, és a műsor kedvéért jöttünk át. Átnéztetek ide. Köszi. Együtt csináltátok ezt a kis transzparensit a kezedben? Nem együtt csináltuk, mert ők azt mondták, hogy úgyse fogok bekerülni. Aha. De a fiamnak a barátnőjével. Ó, és akkor ott ezt így este vagy reggel pingáltátok? Hogy nem, hogy, délután, inkább munka után. Munka után megcsináltátok. De látod, bekerültetek, nem hitt neked a család. Igen, és mindig azt mondják, hogy nekik... Jó. Arra szép férfira néz. Igen, ha kifordulsz, akkor nem hallunk. Mit mondanak mindig? Hogy hát nem fog sikerülni, és gondoltam, segített nekem a barátnője a fiamnak, és hogy bekerülök. Meg a lányok a Varodába engem várnak. Ó, igen? Innen mész dolgozni? Nem megyek dolgozni, még nyaralunk, hanem várják, hogy a műsorból jelentkezzek hozzájuk. Ja, hogy bekerüljem. Na jól van, kivel szeretné játszani? Azt mondta a férjem, hogy a Ferivel, de ő túl nagy félelmetes, úgyhogy a Janival szeretnék. Várjál, és egy jó. Esetleg, ha leülsz. Nem, ne hagyd magad eltántolni. Ne hagyd magad. És a Feri csak mondom egyébként, hogy egy család eddig nem bízott benned, te bekerültél, most te szerettél volna játszani a Ferivel, a család azt mondja, hogy játszál le. A Balázsra szerettem volna játszani. Velem? Igen, csak ő most sokat olvasott, és kint meg... nem. Én ma könyörtelen vagyok, ma vért itt. Sokat olvastam? Igen, és kint meg nagyon vártak téged, hogy menj ki. Nézted, hogy mit csinálok, kérlek? Hát a többiek, igen.
tanulmányoztam a bulvár sajtót. Az nekem egy ilyen bevett reggeli szeász, hogy átolvasom. De és ha valaki sokat olvas, akkor jól játszik? Fekete-fehér, igen, nemet? Nem, hanem azt akartam, hogy mit bent játszunk, ő meg kimegy a közönséghez addig. Ja, hogy finoman ki zavarsz, hogy, hogy tegyem le a fülest, tegyem le, hogy ne is hallgassam a játékot. Aha. Na jó van, döntsél, rád van bízva, akit szeretnél, jó? Hát a Janival akarok játszani, de úgy, hogy ő fog visszaszámolni. Így mert van. Azt a fiammal nagyon szeretjük, és akkor... Tehát, hogy önmagának számolja vissza. Saját magadat belököd a játékba, jó? Finoman diktálnak ám, hogy itt mit kell csinálni. Tehát nem tudom, hogy érzed, hogy... Jani. Én azt gondolom, hogy ezt a többi hallgató nem látja nyugt. Azt kerested, stopper? Aha. Nem, belindítjuk az egy percet telefonról. Jó. Jó? Jó. Engem nem zavar. Na, felkészültetek? Remélem. Kész van mindenki? Jani, magadnak kell visszaszámolni, indítanám, de ugye az volt a kérés, hogy te számoljál vissza, úgyhogy mehet a dolog. 3, 2, 1, fire! Hello, Jani. Ja, én játszok? Igen. Oh! Köszi! Mennyire jó vagy, János! Internetesken! Jó! Micsoda játék! Aj, de szép volt! Most ki fognak kezdik újra még egy lehetőséget? Mekkora szemét vagyok, úristen! Istenem, mintha magamat láttam volna. Akkor a férjemnek igazolat volna, hogy a Ferit kell válni. Látod, én az első mondatban kimondtam. Én úgy kezdtem volna, hogy nem. Nem. Én meg már készültem a szöveggel, hogy mit fogok mondani. Sose tudjuk meg. Hát igen. Nem baj, ajándékcsomag jár. Na, tudod. Ja, hogy csak azért jöttél tulajdonképpen. Igen. Tessék, bögrés. Jó, delfines csúzdás van, delfines meg bögrés. Csúzdás, csobbanás, bögrés. Igen, énekeltük a strandon, benn voltunk tegnap este. Ez a Vézolik a legnagyobb. Így van. Jól van, na, hát figyelj, ez egy nagy csapda volt, belesétáltál. Ez egy majd nagyon... legközelebb, van igen. Még egy transzporensünk, és kirakjuk azt is. Jó, figyelj, legközelebb Debrecen. Így hát, van, szeretettel várunk mellettek. Van, de... Figyelj, visszavágó erejéig el kell utazni. Úgyhogy ha gondoljátok, akkor Debrecenben találkozunk, okay. Jó? Köszi a játékot. Köszi szépen, sziasztok, hello. Mennyire jó vagy, apám. Mennyire jó, gyerekek. Ilyen rohadék aljas módon én szoktam játszani, de végre, te is. Mondd azt, hogy tudatos volt. Véletlen. Jó. Véletlenek sorozata, szerencsés véletlenek sorozata volt. Jó, kezdesz te is aljasodni, ezt tetszik, én ezt a vonalat szeretem. Ja, én játszom, igen, köszönöm, szevasztok, jó van, ennyi volt. Hát gyerekek, így mondjuk nyomorúságos a dolog, mert egy ilyen szép csatával se tudtuk megnyerni a hetet, de legalább 3-2. Szépítettünk. Legalább egy 3-2-re tudtunk szépíteni. Jó, nincs az a baj. Minden jó, a vége jó. Érted. Így van. Jobb így elbukni egy hetet, mint négy. Ez egy ilyen mocskos személy győzelem után olyan kellemes lesz majd falatozni 10 után aljas, valahol. Aljas egy kis cukrászdával, vagy kevergetem a kis kávéval, teszegetem a kis sütőn, és arra gondolok, hogy ma is mennyire szemét voltam. És ugye, hogy jó? Ugye, hogy jó? Büszkén elmeséled a virágnak. Apom olyan szemét volt virág. Hallod, akkor az apád büszke lesz rá. Gyerekek, higgyétek el, jónak lenni jó, csak dögunalmas. Tehát aljasnak lenni sokkal szórakoztatóbb. És ha valaki, akkor ezt te tudod. Higgyétek egy szemétkedni sokkal jónak lenni, annyira jó, csak megőrülsz az unalomtól, hogy szemét vagy, azt élvezed. Végre újra itt van Karolina, kérdezi, írja valaki, Ákos újra Szabiman. Hát olyannyira itt van Karolina, hogy ez nem ő. Ez nem. Ez nagyon nem ő, de egyébként itt van Karolina is valahol velünk, az éterben, ha hallgat minket, de ez nem a Karolina. Na, elég belőletek, írja egy hallgató, irány a meló, már így is késtem egy órát, miattatok, megint bögre nélkül, jaj, Mendi. Gyerekek, azért azt senki ne vegye késztének, hogy aki ide jön, az bögrét kap, mert akkor egyrészt pillanatokon belül megborulna a rádió költségvetése, kettő csődbe is menném, mert azért itt több száz bögrét így minden helyszínen kiosztanánk. Meg azért a héten kiszort Balázs 8 darab bögrét pluszba, tehát hogy azt még azért össze kell gerebézni a CS-ne. Így van, most egy picit oda kell figyelnünk, mert tegnap egy 8-askát így kiszortam, úgyhogy ma csak minden tizedik ember kap bögrét. De megígérem egyébként, hát mindenkinek mondjuk nem. Azt de ne, azt ne. De a bögrét, aki közel tud kerülni majd itt a kis kordonhoz, azoknak majd az a mondat. Adom majd ezt, azt a az bögrét, az sajnos nem, abból van a legkevesebb, bögrét küzdeni kell általában. Gyerekek, a bögre olyan, mint a gyémánt, én sokszor mondom, mesterségesen visszatartjuk a piacon a jelenlétet. Van belőle egyébként 10 000 számra áll bent a raktárban, de nem adunk. Itt most áll 1 000 000 bögre. De ha kiosztanánk azt az 1 000 000 bögrét, nem lenne értéke. Ezért
odafigyelünk, hogy mennyi van éppen a piacon. Ha túl sok van egy kicsit, akkor visszafogod. Visszafogjuk, ha kevés van, akkor egy kicsit megszórjuk. És így a tegnapi folyamatosan... felmérés szerint kevés volt kint a piacon, kicsit megnyomtad, ugye? Igen, a játékban. Tegnap szóltak a szélszről, hogy egy kicsit meg lehet nyomni, mert kevesebb van, esik a bögre értéke, megnyomtuk, most megint túl sok van a piacon, most vissza kell egy kicsit. Ökölbe szólított kézzel szurkolnak vett a szélszes lányok a sátra, ez az Balázs toljat, így van. Igen, tehát a bögréért meg kell dolgozni. Na, ez csak Mendinek mondom, aki elment, ugye, de hogy itt volt és mondta, hogy bögre nélkül maradt, hát ha valaki ide jön minket megnézni, örülünk neki nyugodtan, de hogy azért az nem jelent automatikusan bögrét. Várja, Mendi most írt, hogy még itt vagyok. Hol vagy? Hol vagy, Mendi? Mondjuk a neved nagyon jó, Mendi. A Mendi ilyen... nagyon jó. Volt egyébként talán a 80-as években egy Mendi nevű énekesnő. Aha. Ó, te vagy Mendi. Hello, kicsim. Szia. Mendi. Igen, mert Mendiről egy nő jut eszünkbe, nem? Édes kis desszert. Igen, egy 35-ös, 40-es kigyúrt srác jelentkezett. Nem emlékeztek rá, hogy valamikor a 80-as évek közepén volt egy Mendi nevű énekesnő. Egy nagyon kis csinos, és hogyha jól emlékszem, egyébként valamelyik Rolling Stones taggal jött össze. Hát őt sem zavarta a kiskorkülönbség, az a kis 50-60 év. Úgyhogy, de nagyon kis finomka volt. A igen. Dalai közül nem emlékszem egyre sem. Na, de nem is az volt a fontos szerintem. De Szabrinától is csak egyre emlékszünk. Ugye Istenem, a medencés kölé. Girls. Szabrina egyébként a közeljövőben Budapestre fog látogatni majd. De már azért nem olyan, mint akkor, ugye? Nem tudom, én kíváncsi lennék rá. Azt hiszem úgy van, hogy jön David Hasselhoff, Sabrina, meg egy csomó ilyen sztár. Komolyan? És lesz egy nagy retrobuli, de azt hittem, hogy ezt te tudod, hiszen te leszel a DJ a végén. Én nem vagyok a műsorvezető, csak nem mertem mondani. Jó, felkértek. DJ Oti. Igen, lehet, hogy előnyére változott egyébként, mert hogy... Miért nem? Hát mert 70 éves. Hát, és amikor mi láttuk 20 éves volt, jó, de már nehéz nagyot változni. Mi sokkal nyitottabbak vagyunk már, mint 10 évvel ezelőtt. Ez is igaz, hogy a MILF kategóriába abszolút belefér. Samantha Fox sem tudott csalódást okozni. Főleg amikor kiderült, hogy időközben a saját neméhez kezdett el vonzolni. A levegőbe csaptad, és azt mondta, még jobb. Így még jobban tetszik. Na, megjött az M5-ös infónk. Azt mondja, hogy pályazár van, ahogy én a sejtettem, igen, Örkénynél leterelik a forgalmat, méghozzá Szeged felé, úgyhogy ha valaki arra megy, egy kicsit induljon valamit, mert hogy beállt az M5-ös Kecskemét felé, mint a szög, ezt Laca is írja nekünk. Igen, van egy hatalmas baleset, és Örkénynél terelnek mindenkit, mert kamion elütött egy embert, és valami brutális baleset van. Aki ott áll a dugóban, valószínűleg ott is marad egy kicsit. Aki még előtte tud, az pedig térje le az autópályáról, mert hogy hatalmas baleset van az M5-ösön Szeged felé, és az Örkényi lehajtónál lehet lemenni. Na, jól van. Nem egy perces lesz. Micsoda? A Örkénynél. Az igen, az egy kicsit több lesz, igen. Egy perc van pontosan, 7 óra van, viszont jönnek újra a legfrissebb hírek, és jövünk mi a hírek után. 7 óra múlt, 11 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hajrá Siófok! Isten hozott benne, a lellei polgármester. Igen, az, hogy rámorult a kávéjára, hogy tudnám magam egy másodperc alatt mindenkivel megutáltatni, nem? Nagyon, igen. Van három mondatom, és ez azonnal működik. Hajrá Tiszató! Sziasztok! Igen. Napfény, strand, gyerekek, hát az egyelőre az idő nem rossz, nézzük a jó oldalát. Sőt, mi több, folyamatosan javul, ugye? Így van, mondhatni. Így van. Hát az tegnap előtthöz képest, meg pláne, amikor szakadt az eső. Füredhez képest ez maga a Kánoán. Igen, Madeira, vannak híreid? Hawaii. Vannak híreid Füredről a másik oldalról azért? Nem, mert hogy ugye legutóbb ugye Füreden gyakorlatilag elmosott igen. Minket az eső, az egyszerűen brutális volt, meg hát ahhoz képest, hogy hétfőtől csütörtökig ilyen áldatlan állapotok voltak időjárás tekintetében az egész országban. Ahhoz képest ez maga ahhoz csoda. Képest abszolút. Így 32 van. Fok lesz délután. 32. Hol? Itt, ja? Itt 8. Igen, Majorkát. Igen. Nem, tényleg jó időt mondanak egyébként. Úgyhogy nem késő idejönni. Jó, 10 órától már Kaszatibi koncert, utána a Csabitól élőbe lehet majd dalokat kérni, és aztán délután ugye indulnak a koncertek, miközben Piros is itt lesz, és közben pedig a fellépők jönnek folyamatosan. Így van, 10:30 magasságában pedig majd defektes gumikat lehet cserélni Szárszon magasságában Ferivel. Gyertek, segítsetek! Az előbb azt mondtad, hogy éhes vagy, hogy ennél valamit. De nagyon. Gyerekek, van valakinek két szelet abonett? hagyjatok már két vajas abonettet a Ferinek. Valaki hozott magával üres ostját. Tudjátok, ha éhes, megtámad valakit. Nem, valami rendes sült kolbász, valami jó strandkaját. Nekem? Nem, nekem. Ne, hát a fitnesspápa nem eszik ilyet. De eszik, eszik, csak letekeri. Né, ott van valamilyen, nézd meg, ilyen kalóriamentes, ilyen reggeli kegyz. Jézusom, fúj! Ne hülyéskedjetek. Feri, itt 8-tól kezdődik egy misa a közeli templomban, egy kis szentelt ostjával szerintem el vagy. Hozzatok már egy 10 dek a szezámmagot, jó? Hogy
Ja, gyerekek, nem már ízdek át egy egész hétre. Na jó, hát nem, azt majd szépen beosztja. Tehát két szőlőcukor, 10 dl a szezámmag, ez a reggeli, aztán majd utána ebédre szépen fel lehet fejlődni. Akkor sajnos nem tudsz benni abból a csodálatos kenyérlángosból, amit most kaptunk. Hát, na jó, beszélgessetek, szevasztok. Van, aki ehet belőle, van, aki nem ehet belőle. Na gyerekek, nézzük az SMS-eket, írja valaki, hajrá Karolina, Györgyi, köszönöm. Mi is ezt mondjuk, bárhol is vagy. Imádom, hogy mindig mindenki karolinázik, nagyon jó. Györgyi, köszönjük szépen. Bali, szeretnénk elkérni a bögrét, itt állunk az üvegstúdió előtt. Köszi, Zoli, hol vagy, Zoli? Ott van mögötted. Zoli, te vagy az Zoli? Hello, Zoli. Jól van, Zoli. Hát, Zoli, ezt ki úgy érte, hogy kicsit elbuktad. Csak itt tovább, Zoli. Jó, hogy eddig Zoli voltál, akkor ezen túl se. Szabíts ezzel a jó szokásoddal. Azt mondja, hogy hatalmas baleset, így van, ezt megkaptuk. Méghozzá az M5-ösön, Örkény előtt. Nagyon lassan halad a sor, ezt Zoli küldte nekünk. Köszönjük szépen, ezt igyekszünk mondani, hogy mindenki figyeljen. Hol van a hullatós nap? Kérdezi valaki SMS-ben. Gyerekek, én erre nem emlékszem, de én tudok úgy tenni ígéreteket, hogy közben egyébként nem biztos, hogy nem feledkezem el róla. Egy sztár fellépőt ígértél a mai napra. Igen? Elmikit. De ezt is csak félig. Úgyhogy tehát mulatós napot nem ígértél. Nem ígértünk mulatós napot. Valamikor majd megcsináljuk a mulatós napot. Nem az volt? Hogy egyszer lesz mulatós nap. Jó, megcsináljuk. Ki az, aki ismeri Elmikit és a dalát? Itt közületek. Jó, nagyon nagy, nem baj, ugye, nem most. Nincs meg Elmiki, senki? Nem ismeritek Elmikit? Mi se ismerjük, egy részt ismerünk csak belőle. De én ugye jövőre nézve azt gondolom, hogy tényleg az lenne az üdvözítő, hogyha mindig feltételes módban fogalmaznánk. Abból könnyű kiátrálni. Hogy majd egyszer lehet, igen, hogy lesz. Igen, majd egyszer lehet, hogy lesz majd ilyen, de nem biztos, hogy lesz. De vajon mit csinál Elmiki? Alszik? Szerintem most igen. Vagy nyaral. Nyaral? Igen. Nyaral, és akkor még ugye alszik. Nyaralás közben alszik. És akkor rátesz egy lapáttal még? Hallgass csak. Hát is nézd. Na, jó volt, ugye, hogy ismered? Elmiki punizik. Ja. Punizik? Elmiki punizik. Beteg vagy. Hát kinek mi a buli, ugye? Valaki döbbenetes arc ez az Elmiki, hogy mindig bulizik. Nem tudtuk még úgy rajta kapni, hogy ne csinálja ezt, nem? Valaki hihetetlen. Írja egyébként, hogy rosszul mondtam a Sabrina dalnak a címét, hogy az nem girls, 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 hanem boys, boys, boys. Hát picit mást vizionáltam bele, ugye Sabrinára gondoltam. Igen, a girls, girls, girls az egy Mötley Crüe. Klasszikus. És ők is ugyanolyan jól néztek ki, mint Sabrina. Igen, mondjuk Tommy Lee Melbimbo-nak nem örültem soha annyira, mint Sabrina. A videoklipének, amiben ugye egy medencében ugrált, és hát nem tudta nem észrevenni a rendező, hogy lecsúszott róla a fürdőruha. Benne volt, de valamiért nem vágatták ki belőle. Hát nyilván már csak később vették észre, tudod? Nincs előttem annyira ez a Sabrina egyébként. Tehát most így, ha el kéne képzelnem, gondolom, hogy ilyen ondolált, ilyen nagyon göndörhaja volt, nem? Mert én elképzeltem az... sokszor magam előtt. És az ondolállást is, igen, tudod? Csak utána mindig bejöttek. Azt is elképzeltem. Elképzeltem sokszor magad előtt, de mindig bejöttek a férfi öltözőbe, ahol általában ugye ezek, igen, voltak. Nem, mindig benyitott apám. Kész vagy már! Megyünk a piacra kukoricáért! Apa, vagy még 5 percet! Ja, gyerekek, igen. Az miért van egyébként, hogy autószerelő műhelyekben még mindig látom ezeket? Ezeket a képeket nem cserélik, nem? Szóval, hát, hogy mert állandóan baj van az autód. Jó, egyrészt igen. Gyerekek, angol autóval óvatosan, csak ennyi. Na, jó. Tessék, végre. Ennyit tudok mondani. Jó, szép, de angol autóval csak óvatosan, jó? Tehát, hogy csak senki ne akarja megégetni magát. De hogy még mindig ott vannak autószerelő műhelyek. Megszereted. Föltette 82-ben a Sabrinát például, és ahogy hozzászokták, köszönsz neki reggel, most mit cserélges? Kicsit kiszívja a nap, az egykori színes kép fekete-fehérre válik, de attól az még az, ami. Én emlékszem egy autószerelő műhelyre, ahol Bíró Ica egy bőrkorbáccsal behajolt egy motorháztetőbe. Az megvan az a kép Bíró Icáról? És volt rajta... Tudtam, hogy sok mindennel foglalkozott. És volt rajta egy harisnya, egy ilyen fehér harisnya szerű, és egy ilyen fekete, olyan ilyen tornadressz. Akkor valahogy az volt a divat, minden nő ilyen tornadresszben fotózkodott. És abban egy ilyen bőrkorbáccsal behajolt a Bíró Ica. Nem, hát de ez nem, a metallédi korszak. Szerintem ez a metallédi korszak lehetett. Bizony, hát igen. Ez ország popsia volt. Igen? Uh-huh. Bizonyám. Hoppá. Egy ország szeretett volna? Olyat? Olyan popsi? Hát nem tudom, mert nyilván most meg tudnék idézni egy-két olyan pop meg rockstart, aki nem például Vicky Del Gyula nem szeretett volna soha olyan popsit, mint amilyen. Ezt nem tudhatod egyébként. Már úgy igen, csak sajátnak nem. Ezt nem tudhatod. Ő nagyon-nagyon felkapott modell volt annak idején, és rengeteg ilyen kép készült róla, és ő az egyik legnemesebb, legszebb, legigényesebb, és azt gondolom, hogy egy 10-es listán 11 pontos kis testrésze volt neki a popsia, és emiatt rengeteg ilyen kép készült róla. Igen. Gyerekek, van Vézolika sláger, új sláger,
és követeljük a munkahelyen. Ezt Rizzo írta nekünk. Hát amikor vendégünk volt Füreden, Vézolika, ő ezt mondta, hogy stúdióba vonul, mert új dal van. Na várjál, hát úgy... gyerekek, bocsánat, szeretitek Vézo, ebbe belehallgatunk, jó? Tehát ezt nem, Lelle ezt most megkapja Vézolika új slágerét. Aha, videóklip Vézolika, 12 000-re látták, ez lehet az új. Belehallgatunk kicsit? Hát hallgassunk már bele a Vézolikába. Figyelj, mi történt, futószalagon gyártja a dalokat? Mit csinál? Hát most, hogy megszaporodott a hakni, kell valami dalt vinni. Ez az új dala. Én remélem, hogy ez rádióképes egyébként. De Zolika úriember, nem énekel olyat, ami nem lenne rádióképes. Én meglepődnék rajta, hogy hátnatól én gangsta rapperbe. Ami nagyon durva káromkodósat elkezdene nyomni. De hallgatunk kicsit? Hallgassunk bele Vézolika dalába, jó? Oj, de jó. Na jó, oké. Okay. Nem már, ne kapcsold már ki. Átment mulatósba? Ez nem ez a jó irány. A spanyol gitáros után mulatós játszik. Aha. Na figyelj. De várjál, nem lesz gond a szöveggel? Tehát nem lesz ilyen, hogy dikma a köcsök, térdre, cumbira. Na figyelj. Come on, ça va. Comme ça. Atya, úristen. Nem ez az új dal. A come on, ça va. Az nem új annyira. Szava. Come on, ça va. Szava. Ez az új. Kellene már egy kis ramon, amitől a szívem lángragyul. Amitől a szívem lángragyul. Július és Párizs. Július és mit csinál? Párizs. Boldog nyaralás. Én egyre jobban kedvelem őt. Mellettem egy szép lány. Ugye jönnek a rímek. Én micsoda varázs. A dobok meg a kis Andy. Amikor felkértem egy táncra, ő hozzám simul. Beszélt, de nem értettem. Kicsit közelebb énekelt a mikrofonhoz. Franciául szól. Igen. És? Come on, szava. Meg tudod feldolgozni. Ezt nem tudom helyre tenni. Gyerekek, nagyon komoly. Egyelőre csak 12 000-en nézték meg, de szerintem ezt most újra elindítottuk. Belökted. Igen. Emlékszem rá, amikor 10 évvel ezelőtt hozzám simult. Szerettem egy lányt, de 10 éve kimúlt. Én nem akarsz Vézolika szövegeket írni? Figyelj, ha felkérne egyébként. Szava. Ja, egyébként én ezt láttam már korábban, és felhívom a kedves figyelmeteket arra, hogy fonetikusan van leírva a címe a dalnak. Komolyan? Kával? Igen. Ezt nem is figyeltem. Kamon szava. Nem bírom. Nézd meg. Tényleg ott van. Te tudtad, hogy Vézolikának egyébként 6-8 dala van? Ne hülyés. Igen. Komolyan. Még akkor akarok csemegéz, mutass még egyet. Akarsz még egyet hallani? Jó, mondom, hogy mik vannak. Vézolika se veled, se nélküled. Igen. Vézolika Kamon szava. Vézolika Balaton. És Vézolika, amikor a szívem úgy dobog. Ez is klasszikus, ki is. Vézolika szájjel kismadár. Amikor a szívem úgy dobog, a kardiológia. Vézolika aranyeső. Azt tudjátok, hogy ez egy kifejezés, az aranyeső. Én kíváncsi is vagyok rá, hogy ebből mit hoz ki. Buja 60-as néni, bevállal mindent, ha akarod, igen. Aranyeső, tudod? Augusztus tájföld. Aranyeső? Aha. De én remélem, ez nem valami szadomazó élményéről szól Zolikának, hogy átélte az aranyesőt. Aranyos éjjúkából. Aranyeső a csöpp kis házra, ez az lesz. Meglásd. Aranyeső a családomra, jár. Így van a szöveg. Mert hogy ez egy kifejezés egyébként, a gyerekek fogják be a fülüket, de hogy azért, aki erotikus oldalakra látogat, és azt olvas, hogy aranyesőt bevállalok. Aranyeső a csöpp kis szájra. Tudjuk, hogy ez mit jelent. Tudja valaki, mit jelent az aranyeső? Tudjátok, hogy mit jelent? De, és 5 perc múlva kitisztulna a tér, és mindenki interneten. Mindenki nézni, hogy mit jelent az aranyeső. Kérdezz már meg itt a rajzolós hölgyet, hogy tudja, mi az az aranyeső. Itt elő, az első sorban, aki küldte nekünk a rajzot, vagy hát karikatúrát. Aztán mondani, soha többet nem találkozom. Az idősebbet, mert a fiatalabb tudja. Igen. Szia, tudod, mi az az aranyeső? Van róla elképzelése. Ugye? Nem mondhatja be. Hát ugye? Nem, így beszélünk, nem, abszolút. Erről énekel vajon Vézolika? És neked van róla elképzelése? Igen, megbeszéltetek a nyúval, vagy? Megbeszéltetek, hogy mi lehet. Na figyeljünk, aranyeső. Ó, ez az. Vézolika. Táncolj Balaton-lelle! Táncolj! Igen, milyen eszeveszed, parkinson-koros csongodog. Figyelj, aranyeső. Ez az lesz, Feri, amit te mondtál. Persze, az lesz. Nem csinál eredetieket, csak hozzá, csak feldolgoz állandóan. Hát ahogy ő csinálja, az már új. Az
lehet, hogy egy instrumentális változat? Nincs benne ének? Na figyelj! Hát de! Jó ismétlés, a tudás anyja. Elment belőle 40 másodperc. Ez nagyon durva, hogy már van Vézolik a karaoke lemez is. Na, figyelj. Ez jó hangosítás. Igen, ez is feldolgozás tényleg. Hát ez sem az akvárium stúdióban készült, ugye? Demo version. Aranyeső a családom. Néha így ráfordul a mikrofonra, akkor hangosabb. Hát szép, na. Hát szép, 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 igen. Ez se eredeti. Azt sem csodálkoztam volna, hogyha még belülbölti valahogy. Kontrollba, kontrollba, öcsém! Gyógyjál már kontrollba! Arra vagyok kíváncsi, hogy mikor nyom majd ilyen nagy klasszikusokhoz, mint a Guns N' Roses-t, mikor kezd el énekelni, AC/DC-t, mikor kezd el énekelni, nem? Tehát elképzelhető, hogy előbb-utóbb mondjuk Zolika kijön egy November Rain-nel? Azt mondta, hogy a Patakinak van November Rain, és énekli. De az szép, na. Igen. Na, egy utolsó, jó? Pedig a Pataki jó énekes. Pataki Attila fénykorában Guns N' Roses-t énekelt, mutatom. Jó? És hogyha a Vézolika fogja énekelni a Paradise City-t, akkor úgy lesz kiírva. Ával, Paradise, igen, Essel City. Welcome to the Paradise City. Tessék, edd a művek, November Rain. Akarod? Megőrülsz. Hát, nem, de tudok ellene tenni. Már én kihúzom a laptopod. Most melyiket akarod? Pataki Attila az igazságról, a magyarságról és a jövőről, vagy Pataki Attila a November? Elsősorban szerintem inkább ez lenne. Figyelj, én a múltkor belehallgattam, azt nem hiszed el. Miért csinál egy komoly, akkor már híres zenekar nagy... Miért mondom neked? Pénzért. Tényleg? Esküszöm, hát persze, kaptál a feléneklésért is lóvét, és aztán valami a jogdíjból is csöpögött még. De ennek volt egy eredeti, ami jó. Hát ahhoz a Pataki 92-ben baromi nagy sztárok voltak, mint Edda. Hát akkor mindenki... Nagyon nagy, nagyon nagy. Tehát a pénz nagy úr. Igen? Uh-huh. És akkor ezt a felénekelted, és ezért magyar megjelent egy lemez, egy album, ahol magyarok énekeltek külföldi slágereket, és komoly pénzeket kaptál. Hát ugye már a feléneklésért is kaptál egyet, és utána van egy, hogy előadói jogdíj. Tehát nem csak szerzői jogdíj van, ott a zenét meg a szöveget fizetik, de van egy előadói, és ha sok lemezt eladnak, akkor abból neked jön a lóvé. És szerepelt a lemez, hogy ott is Róz. Na figyelj, csak egy rövid kis részlet. A billentyűs hangszereknél Kocsis Zoltán. A billentyűs mögött Vézolika, még fiatalon. És ez megjelent albumban, hogy ők ezt éneklik, tényleg? Bakelitem még hozzá, szerintem akkor. Atya is, és leforgattak hozzá egy videoklipet is. Ez milyen nyelv? Magyarul énekel az Ati? Magyar? Magyar, nem? A legnagyobb magyar. Igen, magyar. Ez egy ilyen bátorító dal, figyelte? Légy mellette, mindig szüksége van, igen, rád. Á, valaki cilinderben, ő nem Slash, hanem egyébként igen, á, valaki cilinderben. És hát az alapja. Igen, az alapja, á, cilinderben, igen, és a Pataki pedig énekel egy templomban. Tehát megcsinálták ugyanazt a videoklipet is, amit egyébként ugye a Gánc megcsinál. Nagyon komoly. Először tényleg nem tűnt fel, hogy most magyarul vagy angolul énekelnek. Ez azért is van, mert először azt hittem, hogy ez így ilyen angol mankos. Kalapács Józsival volt szerencsém egyszer együtt dolgozni, és akkor én még nem tudtam, hogy nagyon sok esetben ők egy ilyen angol kamu halandzsa mankot szoktak felénekelni az elkészült zené alapra, és csak aztán készül ebből a magyar szöveg. Tehát nem csodálkoztam volna róla, hogy ez is ilyen When I wind away my last light the my fly fligoy bandoloy. A Józsi ilyen neked mutatott, sírtam rajta a rögést. Ezeket miért kellett így fölénekelni? Azért, mert az alap már megvolt, és akkor ő hozott rá egy dallamot, és aztán erre a mankóra készült el a magyar szöveg. Ja, és akkor ezért kellett fölénekelni. Nagyon, nagyon kemény. Még valaki nem lüktet annyira együtt a műsorral egyébként, írja nekünk SMS-ben, Vézolikától a Balaton a legkeményebb, hallgassatok bele. Okay. Hát elég sokszor. Ez kicsit olyan, mint amikor ugye benn volt nálunk a Lenkei most valamelyik nap, és kérdezzétek meg a Lenkeiről. Jó, megkérdezünk. Igen, nagyon jókat mondott igen, egyébként magáról. Nagyon szimpatikusnak tartja saját magát. Igen. Valaki csak ennyit írt az Eddára, nehogy betett baszod. Legalább őszinte. Semmi sok-sok felkiáltó jele, se egy aláírás, se. Hívjuk vissza a hát a maga Pataki Attila kéri tőlük. Ati, ne aggódj, nem, ezt nem. Az egyet tettük csak be egyébként, igen. Zolika, Októberfesten jön majd elő.
December. Igen, és gondolom, nagy színvonalas lesz. Majd a Nova Rockon is. Igen. Aztán aranysugár, az nem aranysugár, illetve az aranyeső nem aranyeső Balázs, hanem aranysugár. Ezt se tudod, írja Merci Tomi. Hát vannak hiányosságai. Ezt nem mi kérünk elnézést, de örülünk meg, hogy neked már megvolt. Igen. Tomi, írja nyugodtan SMS, hogy milyen volt. Igen. Azt mondja, hogy nem akarunk mulatos napot tartani, tényleg megint kezdünk el olyan irányba menni, hogy jönnek folyamatosan a dalok, hogy miket játszunk be, én meg ezekbe szeretek belehallgatni, de nem megyünk el mulatos irányba. Majd, amikor egyszer tényleg megcsináljuk azt az ominózus mulatos napot, akkor ezeket kijegyzeteljük. Amikor mi szabadságon leszünk, amikor mi szabadságon vagyunk, igen, és van egy best of adás, akkor megcsináljuk majd. Látod, hogy fejlődsz? Majd egyszer valamikor. Látod, hogy erről ki lehet hátrálni. Már nem mondok konkrétumot. Na, jön egy pici szünet, hírezünk, Óven bácsival, Beru nénivel játszunk, jó? Ismételten mondom azoknak, akik legalább 20 forintot szeretnének erre elpazarolni, hogy ne tegyék, mert ugye helyszínről választunk majd játékost. Elég sokan vannak itt a Lellei napfénystrand előtt, úgyhogy szerintem tudunk választani. Jó, Óven bácsival és Beru nénivel játszunk, ezzel jövünk a hírek után. 3:48 lesz pontosan, a 6 perc múlva, hello mindenkinek, jó reggelt. Itt vagyunk még mindig Balaton Lellén, a napfény stranddal szemben, és egyelőre nincsenek a strandon, ennek egyetlen egy nagyon nyomós oka van, hogy a strand zárva van, ugye? Uh-huh. De abban a pillanatban, ahogy a strand kinyit, beözöllik a tömeg, és onnantól kezdve már ott is zajlanak majd az események. Strandon kívül, strandon belül, mindenhol ott vagyunk. 10-kor már ott a Kassa Tibi koncert, képzeljétek el. Így van. Úgyhogy be kell mennetek. De Tibi már valószínűleg korábban megérkezik ide hozzánk. Hát, ismervőt nagyjából most megriadt. Igen. 3:48-kor gyors készülődés. Jaj, akni! Igen, nem, ő nagyon becsületesen már egy órával igen. Előtte. Marókkal a számla többen! Megmutatja magát a tömegnek, úgyhogy érkezik. Gyerekek, Lady Gaga, én még mindig kedvelem. Nem, valahogy nem tudom, hát, nem tudom megunni. Tényleg. Legalább valaki örül ennek, igen. Na, nagyon lelkes hallgatóink vannak itt. Van egy lány, beszélgettem velem, ugye, ide dedikálás közben, és figyelj, nem is gondoljuk mi, akik egyébként itt üldögélünk, és talán kicsit természetesé válik az, hogy minden reggel az ember beköszön a hallgatóknak, beszél hozzájuk, rádióműsort csinál. Hogy hányan osztanák meg a plicsüket velük? nem gondolok, hanem ugye automatikusan az ember bemegy minden nap dolgozni, és ez kicsit rutinná válik, és közben nem is gondolja, vagy nem is tudja, hogy azon emberek, akik mondjuk itt áldogálnak az üveg stúdió előtt, milyen áldozatokat hoznak azért, hogy itt legyenek mondjuk, vagy ideérhessenek, vagy hallgathassák a műsort, vagy lássák a fellépőket, vagy mondjuk találkozhassanak velünk, és olyan sztorikat hallok, hogy ki honnan jött, meg hány órája van talpon, meg hány órát utazott, meg mit csinált itt éjjel egy óra óta, hogy ez elképesztő. A keresztnevedet mond még egyszer? Ági. Ági, hello! Na, te hello. Mikor indultál? Hát igazából én tegnap 7:30 keltem. Anyu felkeltett azzal, hogy elbúcsúzzom, mert tudta, hogy mire vállalkozom. Felmentem Budára a lakásba. Utána elindultam 22 óra 27-es hévvel a Batyig. Onnan tovább mentem metróval, ahol egyébként 10 percet ültem, mert csak 10 percenként járt. 23:00-ra ki is értem, csak hogy 23:40-kor indult a vonat, úgyhogy megvártam, amíg beérkezik. 23:40-es vonata elindultam. Bocsánat, csak pontosan indul? Pontosan. Egy jó pont a szerencséje volt. Világos. Jó, okay. egy jó pont a mávnak, kell nekik. Így van, indul, viszont kétszer álltunk 10 percet, tehát az igen? Volt ott akadás is. És visszavettük a pontot. Így van. Hajnali 2:45-re értem ide. Atya is, utána kigondoltam, hogy akkor lesétálok, de én Balaton Lelle felsőn szálltam le, uh-huh. úgyhogy átsétáltam ide. Szereted innen a kalandokat? Így igen. Van. Itt megismertem pár srácot, lementünk ugye a Balatonpartra, megvártunk a napsütésben. Anya, most kezdett el nagyon fülelni a rádióba. Hagyjuk a mávot. Igen, hagyjuk a mávot, mi volt a parton a srácokkal. Szóval megvártuk a napfelkeltét, és akkor már itt voltam 17:30. És láttam, hogy a Feri bebiciklizett. Ennyi, látod, ezért jött ilyen korán. Azért arra a részletre felhívom a figyelmeteket, hogy 3:40 jött a vonat idáig. 3:00, 3:00 Hát 11:00 indult, és 2:40. 3:00 Hát 23:40-kor indult. Igen. Ja, akkor is sok. Finom, a 3:00 alatt megtette ezt a nagyon durva 120 kilométeres távolságot. Van, nézzük a jó oldalát, lehetett volna 5 óra is. 24 órája nem aludtam. Igen, ezt akarom pont kiszámolni, hogy 24 órája vagy talpon. Így van. Igen. Akkor anyád ezért búcsúzott el ilyen érzékenyen tőled, mert tudta, hogy ez egy nagyon hosszú kaland lesz. Így van. Hát meg ugye egyedül jöttem, tehát azért féltett nagyon. És csak azért, hogy te ma itt állhassál korán reggel? Így van, másfél éve ez az álmom. Tényleg? Így van. Hogy egy csak hát mindig dolgoztunk, mikor kitelepülés volt, úgyhogy most valóra vár. De jó. És legalább a vonatköltség egy része is visszajött, mert amikor találkoztál Ferivel, mondta, hogy van öt rúgó, figyelj, mondd azt, hogy biciklivel jöttem. ne buktasd le, hogy együtt jöttünk az éjszakai vonaton. Figyelj, és mi a terv? Meddig maradsz? Megvárod a koncerteket is? Igen, és akkor majd este megyek vissza.
Van már jegyed az esti vonatra? Még nincsen, de majd azért veszek azt is. Figyelj, fiatalon így kell tolni. Így kell csinálni. Így van. Abszolút. Emlékszem, amikor én is egyszer egy nyári este 82-ben összeismerkedtem Balatonfenyvesen három sráccal. És közösen megnéztétek a napfelkeltét. És az egyik őjük meginvitált a hálózsákjába. A balatonfenyvesi strandon. Volt egy kis nyomulás a srácok részéről? Hát volt, de... Te hagytad magad világosra. Nem, de ti jobban érdekeltetek, úgyhogy inkább ide jöttem. És hova akartak elvinni? Hát azt nem tudom, de biztos, hogy messzebbre, mint ami itt van. De gyerekek, az öregedés egyik jele az, hogy már az ilyen élmények kimaradnak, hogy teljesen spontán egyszer csak megnézél egy balatoni napfelkeltét egy strandon, vagy egy szabad strandon, nem? Hát ilyenek nekünk már nem hát jutnak nem. Igazából. Nem tehát... biztos, hogy nem bánom, hogy nem mutatják meg a nádasban a buzogányok. Nem teljesen erre gondolok, hanem hogy itt tök spontán, nem tudod hányra érkezel, nem tudod, hogy mi lesz a következő 3 órában. Tehát ahogy idősödsz, ugye be vagy osztva, tudod már mi van, mész, jössz, csinálod, ezek a spontán dolgok, ezek kihalófélben vannak az ember életében. Igen. Pedig ez a jó, majd megérkezel, majd lesz valami, az a lényeg, hogy 6 órára jussak el az üvegstúdió elé. Mondjuk tehát, erről azért megkérdezném az édesanyját is, én érdekel, hogy van egy 11 éves lányom, egyre kevésbé tartom izgalmasnak ezeket az utazásokat, de egyébként igazad van. És van egy fontos dolog még ebben a kis elbeszélésben, és nem tudom, hogy akkor kihibázott mi vagy te, hogy te hol láttál itt napfelkeltét, Cili? Hát mindenütt felhő van. Hát igazából csak azt látom, hogy egy Balaton felett így húzódik egy rózsaszín csík. Elfogadjuk. Igen. Majd egyébként lassan, Jani, te azért jó hallgatod ezeket a történeteket, mert hogy Virág is majd jön ezekkel a spontán programokkal, pont amire utaltál, hogy apa, elindulnék Balatonra. Csekkolnád, hogy hova, csekkolnád, hogy kivel, igen. Csekkolnád, hogy nem mikor. Nem is soha, de hogy nem. Na jó, akkor jó, menjél. De apa, 32 éves vagyok, itt maradsz. De apa, egyszer talán már utazhatnék egyedül Balatonra. Kész a házi feladatot. De apa, 10 éve leérettségiztél. Levél nekem. Tehát, hogy te, mint lányos apuka, ugye, meg hát te Feri, de téged azért ez még annyira nem érint most jelen pillanatban, lassan ezek az elindulunk barátnővel, majd ezek itt szépen lassan azért így nem most nyilván, de egy 5-8 év múlva ezek azért aktuálisak hát lesznek. Jó. Jönnek az ilyen dumák, hogy persze, hívlak, ha odaértünk, és azonnal kinyomja a telefonját. Vége, soha bizonyám. Nem fogsz tudni semmit. Bizonyám, ezek nehéz dolgok. Hát és milyen nehéz lesz majd tényleg a Ferinek majd, amikor mindennaposak lesznek az összecsapások. De akkor is körbe biciklizem az egész országot, de igen, akkor is nem végig megyek a kintúrán, de megyek a Tofu Fesztiválra. Igen. Mit dolgozol egyébként? Mit csinálsz? Hát egy mikrooptikában dolgozom. Mikrooptika. Mikrooptika. Igen, ilyen orvosi műszerekbe készítünk lencséket. Te csiszolod? Nem, én polírozom. Megborzongtam. Hát látod, Jani, ebben is tök jó vagy. Tehát, hogy, a polírozásban nagyon. Igen, még egy dolog, ami ez rettenetesen. Hova? És mire használják ezeket a pici apró lencséket? Hova? Hát igazából ilyen antroszkópia, endoszkópia, laparoszkópia. Kerüljük az idegen szavakat, jó? Mert vannak hiányosságok. Stábon belül nem érjük, nem minket összezavarni. Minden nem van oltásod? Remélem. És mit mondtál édesanyának, hogy majd valamikor jövök? Igen, igazából ez úgy van, hogy én egyedül élek Budán, viszont anyunak már én hétfőn okoztam egy idézőjeles csalódást, én hétfőn elmentem tetováltatni, majd utána felhívtam, hogy hát kész a 3. tetkóm is, és akkor mondta, hogy jaj, Ági, nem hiszem el, hogy ilyet csinálsz, és utána benyögtem, hogy akkor még jövök innen is, ráadásul egyedül éjszaka. Mama kapja azért igen, az időt már rendesen, tehát mamának azért ezt szoknia kell. Így van. Mit varadtál föl? A 15 éves cicámnak a lábnyomát. Hát ha ismernek, okay, akkor erről ne beszéltelek volna, de most már mindegy. Kicsit előbb találkozunk. Várj, akkor... hogy van, viszed a macskát is, hogy rányomjátok? Nem, igazából otthon vízfestékkel levettem a lábnyomát egy papírra, és utána a kitetovált ő. Amikor mondtad, hogy egyedül élsz, akkor ketten így a fiúk közül elkezdtek nézelődni, ők most már elmentek. Igen, tehát teljesen egyedül a macska otthon anyujéknál, csak a 15 év hűségét gondoltam, hogy bekállálom neki ezzel, így legalább mindig velem, hogyha már oda úgyse vihetem fel. Macsek készül átköltözni az örök vadászmezőkre, tehát ez már egy ilyen finom búcsúzkodás? Hát már sajnos egyre jobban látszik rajta, most már süketül is, meg vakul is, úgyhogy meg látom ilyen havonta egyszer, úgyhogy ez azért nagyon rossz így ennyi idő után. Hát elment még egy ilyen kapuzárási pániknál, elment a macska még egy kicsit így. Így kolbászolni. Meddig él egy macska, Jani? Nekem sose volt macskám. Ez a kor már nagyon szép kor, ez igen? A 15 év. Nekünk is olyan 12-13-ig szoktak általában érni. Ez attól függ, vagy élni attól függ, hogy mondjuk az ülőjén milyen gyakran van baleset, mert akkor a mi utcánkba terelik a forgalmat. És akkor hát ott elég nagy az elhullási arány sajnos olyankor. Igen. De ez nagyon szép. És az első kettő mi volt?
Második, van egy izgalmas, hogy egy egész rendőrszárny. Angyalszárny. Ja, azt hittem, hogy én is úgy értettem, mondom, úristen, egy angyalszárnyat tetováltattál még a hátadra. Igen. Szegény meg... mama. Meg a monogramom a csuklómon. Mi hát, elfelejted a nevedet? Hogy úgy ébredsz, hogy már a nevedre sem emlékszel? Erre két indokom van. Az egyik, hogyha leszakad a karom, tudják, hogy az enyém. Előrelátó lány. Nekem ez a fajta praktikus gondolkodás, ez nagyon szimpatikus. Kérdezik, ki ez a kar? A másik fele, hogyha majd meghalok, és az unokáim eltemetnek, majd mondják, hogy a mama egy angyal volt. De szép. Jó. Hát ha ezt fogják mondani, ugye kérdés. Hát igen. Kérdés, hogy meg nem nagyot ránk semmit. Nem az, hogy hál' Isten elment, hál' Isten végre. Hát úgy jöjjek vele, hogy ördögszárny, vagy ördögszarvakkal, hogy néznék ki a fejemben, nem? Igen, vannak tetoválások, amiket senkinek nem ajánlok. Igen, a szeretlek itza, meg a könycsepit oldal, tehát azért vannak dolgok, amikről itt le kell beszélni. És mi van, ha a másik kezet szakad le, csak hogy ezen a vonalon menjünk egy kicsit? Azon van pár sebb hely. Ja, jó, abból azt lehet azonosítani. Jó. Na. Egy ajándékcsomagot megérdemel? Nem? Nem. És mindig rám mondják, hogy rohadék vagyok. Igen, mindig én vagyok az aljas. És közben kinek van szíve? Hát persze, hogy nekem. Egy ajándékcsomagot, nem? Persze nagyon sok mindenkinek tudnánk adni, mert hallottam itt különböző történeteket. Van, aki Szlovákiából jött, tehát hogy itt van, aki tegnap előtt indult, tehát hogy tényleg sok mindenkinek lehetne, de azért ez egy olyan történet, amire adjunk egy ajándékcsomagot, nem? Nem köszönöm. Azért mondtad el, meg nem ezért jöttél, de szerintem egyet lehet, nem? Vegyék ki belőle egy pár dolgot, Jani. Jó. Spóroljunk, tudod? Jó kis masszív papírzacskó, jó lesz az. Igen. Na jól van. Oké, hát köszönjük szépen, hogy itt vagy, aztán jó utat neked hazafelé. Köszönöm. Reméljük, hogy szépen. Néhány nap múlva majd nagy kalandok árán haza is érsz. Gyerekek, Óven bácsi, Beru néni, ugye? Ez jön most, és választottunk játékos? Választottunk. Van már játékosunk. Úgyhogy vele már is játszunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a pároloktatók bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Hello, jó reggelt! Hello, Peti vagyok. Szia! Hello, Peti! Kicsit ilyenkor mindig ez a 8.45-ös rosszul léte. Vagy ez a 7.55, bocs. Ez a 7.50-es rosszul lét, igen. Peti, honnan jöttél? Hernádról, de szép környék. Én 4 nappal ezelőtt keltem fel, hajnal 3-kor. És hátrafelé úszva jöttem. Kirugattam magam a munkahelyemre, állás nélkül vagyok, csak adjatok egy ajándékot. A török kamionosok vettek fel, nem volt ingyen a fuvar. Még mindig nagyon fáj. Ja, Istenem, mivel foglalkozol, Peti? Egy raklapgyártó üzemben dolgozom. Raklapgyártó üzem. Az így nagyon. EU raklap? Is. Milyen van még? Mert mindig ez van kiírva, hogy EU raklapot veszünk. Gyerekei, raklapból hülye vagyok. Az egymás, mi gyártjuk, nem veszünk. Jó, értem, de milyen van még? Egyedi, bármi. Amiért kész. Amiért sikerül. Amiért kidob a gép, tudod. Igen, aki beállítja. Akkor ez egy ilyen klasszik Lada gyár. Mint a koltai film. Igen, ami kijön belőle. De egészséges erotikában. És van erről szó, hogy mennyi raklapot adtok el évente? Tehát ez így lehet számokban? Nézni? Na, ne kérdezzek ilyeneket. Ennyire nem menjünk bele. De mit csinálsz a cégnél? Mi vagy te? Én targoncás. Targoncás. Igen. Egyszer targoncáztam, képzeld el, és az lett a vége, hogy majdnem levágtam egy ember lábát. Ez egy nagyon vicces történet egyébként. Gratulálunk. Ugye, mert hogy mi történik, amikor te fordulsz a targoncával? Nekem van egy barátom, akinek fuvarozó cége van, és targoncát lehetett vezetni. Hát nyilván azonnal ott voltam. És elkezdtem forogni a targoncával, csak ugye te nem számított bele, hogy annak van egy villája, ami ugye előre ér, és ugye az nem tudsz forogni. És következő történet, elkezdtem forogni, és láttam, hogy az ember ott áll, és a targoncával erőből ráfordulsz valakire, az abban a pillanatban annyit tudott, hogy gyorsan előrelépett. Én már mondtam, hogy hát még tanuló vagyok, ne haragudj. Nyilván mindenféle szabályt áthágtunk. De két kézzel integettél neki, és Bocsász! Jaj! A targonc az olyan, hogy egy kis körrel így vezeted, egy kicsi joystick, forogsz össze-vissza, mint Ripley a bolygó neve halálban. Óriási élmény egyébként, csak nem túl szerencsés, ha ott közben vannak emberek, akik a munkájukat végeznék. Igen. Á, nem volt túl jó. De nagy élmény. Élmény. Igen. Hát nekem, nyilván nekem. A 10. órában annyira már nem, de... 15 éven keresztül napi 10 órában. Igen, az már nem biztos, hogy akkora élmény lenne. Na jól van, megmutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni. Jó, figyelj, van rajtad füles, hallani fogod. Aranyeső. Bizony. Egy szép aranyeső, látod? Beru néni a születésnapjára ezt kérte Óven bácsitól. Mutatjuk, hogy mit énekelnek, figyelj. Na, la, la. Nagy, nagy klasszikus. Nem? Semmi? Így annyira nem. Nem jött? Na, mutatjuk még egyszer, jó? Lesem figyelj. A szájakat. Figyelj. Na, la, la. Boys. Az, így van. Szépen énekelt.
de jó volt. Jó is volt. Bizony. Csak 20 évvel később tűnt fel mindenkinek, hogy van egy enyhe szemtengelyferdülés a lánynak, de a szemébe senki nem nézett. Soha nem azt néztük a klipben. Gyerekek, a finoman banja lányok szépek. Tényleg? Tehát van egy pici kis, abban van valami erotika, nem? Amikor ugye az egyik szemei, tudod, most nem ez a Gyuri bácsi féle, hova néz Gyuri bácsi, tudod, nem erre gondolok, hanem amikor csak így nagyon enyhén. Nem? Nektek erre nem? Semmi? Nem nagyon mentünk veled. Nem jöttök ebbe velem, nincs az, amikor egy nagyon pici. Szerintem abban van erotika. Jó, megvan az ajándékcsomag, jó? Nagyon gratulálunk, nagyon ügyes vagy. Mindenféle kis szépet teszünk bele neked. Tássé. Klassz voltál. Köszönöm szépen. Jó, a fülest visszakérjük, mert baromi drága. Aha, igen, az többe van, mint a szatyor. Igen, az egy kicsit nagyobb összeg. Gratulálunk, ügyes vagy, köszönjük. Hello. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Hát nekünk volt ugye egy közös kolléganőnk, akiben benne volt ez az erotikus, finoman erotikus szál. Hagyd ne mondjak erre semmit, mert szerintem hallgat minket. Jó? Ja, igen. Szép reggelt. De nem így van, hogy vannak bizonyos jegyek egy nőben, ami például vonzóvá tudja tenni. Mi bennünket csak a lelke érdekel a Janival. Mi van veletek? Te miért? De... Nem ilyenek voltatok. Ez az abonet? Vagy ez minek köszönhető? És most a következő meg az lesz, hogyha az egyik szemüveglencséje levaragasztva a leukoplasztal? Igen. Hát az még kicskorú. Igen, az egyik szeme levaragasztva a leukoplaszt, és ilyen a fül mögé hajtható kis mini szemüveg van. Így van, és amikor hosszú idő után találkoztak, akkor a keleti pályaudvarban egy járógéppel roham felé. Nem teljesen erre gondoltam. Na jól van. Oké, nem késő még idejönni. Egyébként itt többen kérdezik SMS-ben, hogy milyen az időjárás, érdemes elindulni. Pont jó. Erre szokták mondani. Igen, erre tudsz, hogy pont jó. Tehát nem égsz rommá, nem barnulsz nagyon le, nincs is nagyon hideg, a levegő jó meleg, a víz jó, tehát abszolút érdemes idejönni. A gyalogjössz, nem tudsz rossz helyen parkolni. Van hely megállni. Ebben benne van a potenciál, hogy délutára kisüssön a nap. Az a nagy-nagy vihar, amivel ijeszgetnek bennünket, az egyelőre itt a Balatonon elmaradni látszik. Egy nagyon kellemes kis nap felkelte. 8 órakor pedig már kinyit a strand, úgyhogy lehet menni szépen be a Balatonba. És ez az a pillanat, amikor még a víz talán egy kicsit melegebb is, mint a levegő, tehát még melegebbnek érzed, úgyhogy abszolút nyugodtan lehet jönni. Így nem? Van, így van, és hogyha még jobban fel akarjátok dobni a reggelt, és egy picit finoman bandzsák vagytok, akkor... Te tudsz bandzsítani? Tudok. Na, mutasd meg neki, nézd csak. Nézd meg. Na, mutasd. De ez nem finom! Hallod? Hát figyelj, most nem lenne feleségem, azonnal meghívnál. De azt mondom, hogy figyelj, gyere, gyuk. De nem? De én nem erre gondolok, amikor tényleg tudod, hogy hova néz, és hozzá beszél, és magad mögé nézel, mert azt hiszed, hogy még áll valaki mellett. Nem erre gondolok. Figyelj, felizgatlak. Most mondok egy lájt, tessék. Na, izgass fel, tessék. Na, gondolom, erre gondoltál, igen? Erotika gyanát, figyelj. De fordulj el, és fordulj visszafelé. Nem kell, nem el kell fordulnom, figyelj. Jani lebukott a pult alá, följött totál bandzsán, és megtörölte a száját. Abszolút erre gondoltam. Nem, most mondjatok már olyan közszereplőt, aki egy kicsit ilyen. De nem a kamatvágásokért felel, tehát nem teljesen erre gondolok. Hm? Na, mit tudom én, mondjuk... Valószínűleg nem véletlenül nem sokat az tudom. Az a baj, eszebe jutott egy Andrássy úti intézménynek a és nem mondom, mert a bajom lesz be. Tudom, kire gondolsz. Nem, hogy érted. Kezdi csokkolom erőtegését. Ne, ennek sörült. Nem rá. Nem rá gondoltam. Jó, ezt már kevesen értik. Jó? Na jó. Még jó. 4 perc van. Pontosan 8 óra. Elmegyünk egy picit hírezni. Jó? És jövünk a hírek után. 8 óra 10 van. Pontosan. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága Balaton lelejek, és mindenki, aki nem Balaton lelej, mert ahogy halljuk, azért itt nagyon sokan jöttek az ország minden tájékáról, ki vonattal, ki gyalog, ki bringával, ki autóval. Ki hogy. Igen. Inkább ki az mivel? A kérdés, hogy ki a lelej, az emelje a kezét. Vannak azért lelejek. Mert emlékszem, igen. Tavaly, hogy itt voltunk, ezt megkérdeztük, és egy ember így elkezdte, de inkább letette azt, hogy... Ha csak ennyien vagyunk, akkor nem. Tulajdonképpen én is lelefölsőn lakom. Igen.
Jaj, gyerekek, ez a kis ez a Queen szám. Milyen jó dal. Igen, imádom. Komolyan mondom. Valamelyik nap láttam egy fiatalkori fotót Freddie Mercuryról. Hát, mivel nem láttam korábban a képet, rögtön lecsaptam a laptopnak a tetejét. Neki nagyon fura fogsora volt, hogy finoman fogalmazzam egy időben. Mondjuk úgy, hogy a fogszabályzás akkor még kevésbé volt divat. Így van. Szerintem valószínűleg szájjal bontotta a löncshúst is. Igen. 10-12 éves koráig, aztán biztos rendet tettek valamilyen. Nem, utána ránövesztette a bajuszát. Egyébként ebbe is van valami. Lenőtt a felső ajka. Vagy én nem tudom, nagyon furán nézett ki, de zseniális énekes volt. Hát, szerintem még... mekkora show, mert azóta se volt ilyen kaliberű frontember. Voltak jó frontemberek, de elképesztő. Elképesztő. Sokat gondolkozom azon, hogy ő nem hal meg 92-ben, akkor még milyen dalok jönnek, meg mivé fejlődik a Queen, meg milyen zenekar lenne most, meg mit játszanának, ez egy érdekes kérdés. Tulajdonképpen, hogyha belegondolok, akkor... Ha így a férfiakra gondolok, akkor az ő hónai szőrzetét láttam a legtöbbet életemben. Mindig, sokkal jobb, mint egy kamionsofőrét láttad volna gyerekként. Igen. Ide kicsit még van egy gyere a papához, én elviszlek. Igen, hát akkor még ugye azért a férfias férfinak egyfajta megtestesítője volt ő, tehát akkor még azért... Igen, aztán látszápolt erre némiképp. Igen, de hogy nem volt még nagyon divat ugye ez a mindenhol borotváljuk meg, stb. Tehát ő erre így nagyon... Nem adott, igen. De zseniális színész. Egyébként mondhatod azt igen. is, mert hogy olyan a show az annyira fel volt építve, hogy gyakorlatilag színészi munkát is csinált a csávó a koncert közben. Na nézzük gyorsan a közlekedési híreket. Mi a helyzet az utakon? A 74-es úton a Baki tető aljában a Fehér Asztrából mérik a Zalaegerszeg felé gyorsan legurulókat. Ó, milyen szép SMS, igen. Trafi igen csak elbújva a Szentendrei úton kifelé, az Ósan előtt a felüljáró mellett lapulnak. Puszis srácok, köszönjük szépen, ezt is SMS-ben kaptuk, M7-es 142-es kilométerénél fotóznak, és valaki kérdezi, mi van a Márvány utcában, már egy ideje a 105-ös busz nem mozdul. Ha valaki megírja, akkor azonnal mondjuk természetesen. Zuglóban verőfényes napsütés, felhőtlen ég, 25 fok, látszik, hogy nem vagyok Pesten. Spondja küldte nekünk, köszönjük szépen az SMS-t. Halló, nem sétálunk csak úgy be a napfénystrandra, kicsit megállunk itt is. Igen, megállunk, integetünk, tovább megyünk. Igen. Gyerekek, egyébként azt hittem, hogy amikor megnyílik a strand, akkor majd így mindenki hosszú tömött sorokban elindul, hogy kicsit a Balaton vizében olcsa azon szombiságát, hogy nyílt vízre vágyik, de nem. Itt a hallgatók, itt maradnak velük. Kitartók. Ki az, akin van fürdőnadrág? Senki, akkor ez az oka. Igen. Jó, egyébként még nincs az a nagy meleg, amikor az ember annyira vízbe vágyik. Utaltunk tegnap a Szemenfény Alapítványnak 87 ezret, abból a varrodából gyűjtöttünk össze, a fekete-fehér játékos is volt. Szeretnénk megtudni, hogy mennyi pénz jött össze. Nagy örömmel hallhatnánk, ha esetleg felhívhatnátok őket. Kérdezi egy hallgatónk, de hát 13 valamennyit mondtunk mi, ugye 13 millió 500 ezer nagyjából, de azóta még érkezett, szerintem durván ilyen 15 milliónál vagyunk jelen pillanatban, de rá tudok kérdezni a Barbaránál, és akkor hétfőn tudunk mondani egy pontos összeget. Azóta is még folyamatosan jönnek a felajánlások, úgyhogy szerintem nagyjából ilyen 15 millió forintnál tarthatunk, amit összegyűjtöttünk, úgyhogy köszönjük mindenkinek. És olyannyira nincs vége, hogy engem tegnap megkeresett egy kis csapat, akik ilyen horgász haverok lehetnek, vagy horgászversenyeket csinálnak, és azt mondták, hogy most az ebben az évben, ami lesz még horgászverseny, ezek belépődíjasok, és az összes pénzt felajánlják a Szemenfénye alapítványnak. Na, ez még érkezik. Igen. Nyilván egyébként ezeknek a rendezvényeknek a pontos időpontját, helyszínét valószínűleg az alapítvány föl fogja tenni a honlapjára. Ők is, meg szerintem én is majd mondom, hogy most lehet menni horgászni azért, hogy a Szemenfénye alapítványnak jó legyen. Jó. Nagyon szép kezdeményezés, köszönjük szépen, minden ilyen. Az M5-ösön még mindig tart a baleset, az 50-es kilométertől óriási baleset van, igen, köszönjük. Ott szerintem már terelnek, ahogy azt én mondtam, talán Örkény magasságában, úgyhogy ha valaki ott szeretne átjutni, akkor menjen le, vagy pedig kerülje ki azt a részt, mert hatalmas baleset van. Na, és jönnek erotikus lányok, mármint abból a szempontból erotikusak, hogy nem jutott eszembe a nevük, de én például rájuk gondoltam, amikor te ugye fölhajoltál egy az asztal alól is előtt, tehát nem teljesen ez a típusú szemtengely ferdülés, de például itt írja valaki, hogy Tunyogi Orsi, nekem nem jutott eszembe, de tényleg, tehát a Tunyogi Orsi is az a típus, aki nagyon szexi, helyes, nagyon aranyos volt akkor, hát nyilván most is, és hogy adott neki egy ilyen kis erotikus beütést egyébként. És ő is egyszerre több emberrel tudott kommunikálni, mert egyrészt nézett a szemedből, másrészt valakit keresett a hátad mögött. De hát nem erre gondoltam? Hát nem, én pont finoman akartam ezt a dolgot megközelíteni, hogy volt benne valami erotika. Vagy az Oroszlán Szonya például. Na ő is ez a típus, igen. Akinek baromi jól áll, és hogy igen. Mi van? Igen, ő csinos egyébként. Nagyon ott van például Lucilia Santost is írják, sokan ugye Izaurakét ismerte meg az ország, és próbálta meg kiszabadítani a gonosz Leoncio börtönéből. Sőt, mint ahogy gyűjtöttünk neki. Ott van Lucilia is például.
Írtok egy személyt pénzügyi vonalról is, de ő nem Györgyi, ő György. Igen, és talán nem annyira. És talán nem annyira szexi. Hát azért. Na gyerekek, mondjuk el, hogy milyen koncertek lesznek ma jó, hát ha valaki még nem tudja, hogy mi a helyzet. Ugye 10 órától Kassa Tibi. Így van. Jön és színpadra áll. Ő már bent a strandon? Így van. Ő már bent a strandon. Ott van a nagy színpad. Ott van a nagy színpad, igen. Tibit is írjátok egyébként, ő is szexisen kancsal egy picit. A Tibi? Aha. Ezt még nekem nem tűnt fel. Most a melyik része a kancsal vagy a szexisen? Egyik se. És utána van egy kis szünet, amíg tart a kívánságműsor, aztán Vastag Csaba, Vastag Tamás, ők 3 órakor majd. Ugye Király Linda, Király Viktor, mindenki a tesójával jön, ez egy olyan nap. Ők 17:30-kor. Kassa is a tesójával jön. Kassa, igen, csak ők nem mutatja meg. 19 Tóth Gabi és 20-30 Huligánc. Ezek lesznek majd a koncertek. Az igaz, egyébként tényleg az lett volna. Hogy? Tóth Gabi, Tóth Vera. Tényleg mindenki a tesójával. Tesó koncert. Tesónap. Egyébként például lehetne egy ilyet szervezni akár. Hogy? Hát egy csomó ilyen énekes testvérpár van az országban. Akkor én is fellépek a bátyámmal? Aha. És mit adunk elő? Hát... Vézolik a Balaton. Na, mindig oda. mindig oda tudunk nyúlni. Hogy csomó testvérpár van, akik föl tudnának lépni? Sokan vannak. Ők vajon rivalizálnak egyébként? Tehát a Gabi és a Vera között volt valaha ilyen, hogy valamelyikőjüknek egy kicsit jobban fut a szekér, és akkor kicsit gyűlölködnek? Hát, hogy ez ebből az éneklésből jött-e, a szakmából, vagy egyébből, azt nem tudom, de volt egy idő, amikor ők nem nagyon beszélgettek. Tényleg? Én úgy emlékszem, igen. Lehet, hogy kicsit a Verának mondjuk megindult, és a Gabi ezt nehezebben viselte. Vagy fordítva. Aha. Mert ugye a Vera kezdte, ő volt az első megasztárban, az első megasztár győztese, és akkor utána később jött a Gabi, és neki is nagyon jól beindult a szekér. Úgyhogy nem tudom, hogy melyik, de azt tudom, hogy volt egy időszak, amíg csend volt a testvérpár között. Érdekes egyébként ez a testvérek közti rivalizálás téma. Főleg, hogyha ha azonos neműekről van szó, tehát szerintem egyébként az úgy nem nagyon szokott jellemző lenni, hogy mondjuk a lány a fiú testvérrel kakaskodik, vagy próbálja meg felvenni a versenyt. Szerintem, amikor hasonló szakmában vannak, és ugye két fiúról vagy két lányról van szó, azért az jellemzőbb. Hát ez egy velejárója, főleg, ha nem nagy a korkülönbség. Tehát mondjuk, egy-két év van, akkor azért gyerekkorodban is ölöd a bátyádat, vagy ölöd az öcsédet. Mondjuk nem akkora teher, mint hogyha valakinek mondjuk sikeres az apja, vagy az édesanyja, és annyira sikeres, hogy mondjuk ismeri az egész ország, és akkor beleszületsz idézélbe ebbe a családba, és ott mindenki azt várja tőled, hogy te is hozz ugyanazt a színvonalat. Színész, fogorvos, akármicsoda, és ráadásul nem akarsz az lenni, az a legrosszabb. Ugye, hogy ott van a papa, akinek mondjuk jó megy a dolog, és akkor te például ráerőszakolod majd a Benére, hogy műsorvezető legyen. És hát ő nem már akar. Most nagyon komoly gyakorlatokat. Ja, világos gondolat. És kártyái vannak áll a tükör előtt, és konferál, és iszonyatos büntetés van, ha ezt nem hajtja végre. Én remélem nem ezt fogja csinálni. Én erről lebeszélem. És tényleg így gyakorolod, ha a Benny szokott ilyen lenni, most például ez a lakásfelújításnál, és induljon a fal! És már mondtattak is a munkásokat. Odaszólt a kövüveseknek. Igen, induljon a fal. Ne, azt szerintem az nem annyira jó. Nem nagyon sok olyan fiút látok a szakmában egyébként, akik valahogy az édesapjuk árnyékában próbálnak tovább jutni, de hogy igazából azért ez baromi nehéz. Tehát szerintem inkább átok, mint előny. Egyébként, nem? Fenyő Miklós, Fenyői Vál. Szegény. Bocsánat, kicsit hiányos a műveltségem ezzel a téren, remélem jót mondta. Igen. Na, egy nagyon érdekes cikkre bukantunk, és meg tudjuk kérdezni hallgatóinkat, mert nagyon sokan vannak itt a helyszínen. Egy érdekes felmérés, ahol szakértők elmondják azt, hogy mi a hosszú párkapcsolat titka, és elsősorban egyébként ez a felmérés, ez... feleségeknek vagy barátnőknek szól. Maga a felmérés az arról szól, hogy ha te hosszú párkapcsolatot akarsz, akkor ezek az emberek, ezek a szakértők elmondják neked, hogy miben kell hazudni, és összeszedtek 8-10 pontot, amiben egy feleségnek, egy barátnőnek mindenféleképpen hazudni kell, ha azt szeretné, hogy hosszú, zökkenőmentes, veszekedésmentes párkapcsolata legyen. Tehát, hogy hazugságra biztatják a nőket. Hogy tessék hazudni egy párkapcsolatban, mert attól fog hosszú távon jól csak működni. Ilyen kis kamukat, ugye? Hogy még mindig szeretlek. Vagy ilyenek, nem? Hát ennél, igen. Én apró horderei dolgokat szeretem. Igen, nagyon szeretlek. Nem, a dolog arról szól, hogy a férfiakkal elég nehéz együtt élni a szakértők szerint, és ha a feleség okos, és elkezd hazudni bizonyos témaköröknél, akkor sokkal inkább konfliktusmentesen élik meg azt a bizonyos párkapcsolatot.
és összeszedték ezeket a pontokat. Érdemes lenne itt kint állókat, akik párkapcsolatban élnek, megkérdezni a csajokat majd. Előbb megkérdezzük, és utána mondod el a pontokat? Elmondom a pontokat, nem kell nagyon nagy dolgokra számítani, igen, de mégis nagyon tanulságos, hogy egy férfi mikor tud nyugodtan működni egy párkapcsolatban. Na tessék, véleményetek szerint, mivel hazudjon egy nő? Tehát most nem kell nagy hazugságra gondolni, és nem arra gondolok, hogy a saját bűneit lepi el hazugsága, hogy nem mondja el azt, hogy félrelépett, hanem melyek azok a témák, ahol egy nőnek akkor is egyet kell érteni, akkor is hazudni kell, akkor is bólogatni kell, ha ő mondjuk nem úgy gondolja. Nekem is jó volt. nézem, hogy ott van-e. Ott van. Igen, és a feleségek bólogatnak is. Itt a helyszíne, hogy igen. Tehát a nőkre egy szomorú sors vár, ha egy férfivel élnek együtt, hogy igazából hazudniuk kell például az ágyban, nem mondhatják el, hogy a férjük csapni való. Hát azért az egy szomorú valóság lenne, nem? Ha ezt a dolgot nem nézem, viszi. Nézem. Jó, ki van itt úgy, hogy nincs itt a férje? Megint mi? Igen, de jelentkeznek itt egy páran az első sorban. Ugye, hogy tényleg, hogy miben kell a férfiaknak hazudni, vagy mire van szükség? Hello, jó reggel! Szerintem a pénzügyekbe. Pénzügyekbe? Hello, hogy hívnak? Hát, sok feleség hazudik. A pénzügyekbe? Hát igen, hogy ki mennyit költ. Aha, tehát, hogy a férfi a kasszás, és a nő az finoman áthazudja. Igen. Te szoktál? Nem. Nem szoktál? Aha, nyilván. Jó. De szép. Csak ez hogy van, kimész a piacra, és azt mondod apának, hogy nem 3000-et költöttem, hanem 5000-et, de közben csak 3 volt, tehát 2 maradt zsebben. Nem, fordítva. 5-öt költesz el, de csak 3-at mondasz meg. Aha. Jó, de szép. Hát persze többet költesz, és kevesebbet mondasz meg. Okay, de hát figyelj, azért apa hazahozza a fizetését, ami most az egyszerűség kedvéért 100 000, azt azért ő tudja, hogy mikor fogyott el, nem? Nem biztos. Ha ügyes vagy, akkor nem. De várj, te vagy a kasszás, te kezeled, és te mondod meg, hogy mire mennyit költöttél. Így van. Aha. És néha mondjuk veszel magadnak valamit, vagy magadra költesz, és azt nem mondod el neki. Uh-huh. Így. Aha. Mit gondolsz, miből van ez a nagy aranylánc? Figyeljél! Hát azért, persze. És akkor hogy van, ilyenkor az összes pénz nálad van, és te adsz neki tulajdonképpen? Tehát ő kér tőled? Hát valamennyi marad nála. Valamennyi marad nála. De édes vagy. De biztató. Hagysz nála havonta egy 600 forint zseppénz, és abból nyugodtan gazdálkodjon. Ez érdekes egyébként, nagyon sok háztartást hallok, ahol a nők kezelik a pénzt. De ez hogy van, ilyenkor apu oda megy a hétvégére, hogy elmenne sörözni, adjál pénzt? Tényleg? Nézd, hogy bólogat. Így csináljátok? Van ilyen tényleg? Komolyan? Nem, nálunk is szerintem ugyanez a helyzet. Tehát, amit mondott a Balázs, hogy majdnem mindenhol a nők kezelik a pénzt. De és ez, akkor ez apu például... megérkezik harmadikán, odaadja a... Nem, elveszik. Igen, oda se adja, mert ellopjátok éjszaka. Hogy van ez? Nem, hát megbeszéljük. Aha. Hogy mennyi jut neki. Igen, az említett 600 forintra gondolok. Igen. Azért az milyen, amikor egy pasinak hétvégére pénzt kell kérni, nem? De vannak pasik, akik egyébként ebbe belemennek, hogy a nőnél van a pénz, és aztán ők ezt elkérik. Tehát lennénk inni a haverokkal, és a anya meg egy ilyen 500-ast odalák, hogy hajrá. Igen. Mit mondtál, bocsánat, nem hallottam. Én kérek a férjemtől pénzt. Na, te nálatok a férjet kezeli. Így van. Ő a kasszás. Így van. És mennyit szokták kérni? Sokat? Így hétvégén egy ilyen Sokat. Nem sokat. Nem sokat. Akkor szerencsé van. Amennyit ad, annyit ad. ritka női hozzáállás egyébként. Na, nézzünk egy-két pontot csak, hogy miben kell hazudni a kutatás szerint, vagy a szakértők szerint. Például nem szabad észrevenni a plusz kilókat, ha felszedett a férjed néhány plusz kilót, a dolog szembetűnő, ne vágd azonnal a fejéhez, mert hogy a férfiak erre érzékenyen reagálnak. Ez igaz lehet egyébként? Mit szóltok hozzá? Hát mostanában én azt hiszem észre, hogy a férfiak legalább annyira hívóak, mint a nők. Na húzzák! Vagy egyre inkább. Azt vettem észre, hogy most... Lebőnt fura volt egyébként, hogy Feri rárepült rögtön. De most ezt komolyan mondom, nem a Feri felegére állított. De ha már, ezt említettem. Nem vetted észre, hogy a férfiaknál elindult egy ilyen fogyózási hullám. Most itt a munkahelyen legalább 3 pasit tudok mondani. Nem a Ferire gondolok, de itt most... Tessék? A kassa is fogyózik, náluk igen. A szerkesztőségbe fogyózik valaki, a szélszem fogyóznak most éppen. Tehát a férfiak elindultak egy ilyen masszív fogyókúrai, nem tudom, kanosszajáráson. Aztán persze előbb-utóbb visszamennek ezek a kilók. A duplája, persze, ez egy szép illúzió. De hogy mi van, ha ezt egy nő szóvá teszi? Te például mondod a férjednek? Nekem nincs férjem. Na, hát nem is rád mutattam teljesen. Ja, hova? Itt az elsősorban. Te mondod a férjednek? Én a fiamnak szoktam mondani. A fiadnak. Ki szólt már a férjének, hogy apus, visszább egy kicsit a pacal pörkölt el? Senki? Jó, senki nem szól. Mondom a következő pontot. Ott van ő az, fekete. Igen.
ott szólnak. Az exekről való elhallgatást mondják, hogy bármit tudsz az exedről, vagy rábukkantál esetleg az ő telefonjában, vagy vele kapcsolatos infód van, ne említsd meg, mert okosan kell megoldanod, mert attól a legtöbb férfi ugye elkezd ideges lenni, ha az exek jönnek szóba. Nagyon nem feltétlenül igaz egyébként. Szerintem attól inkább a csajok idegesek. Igen, meg beszélhetsz róla, de csak rosszat. Igen. Tehát, hogyha azokat az kellemes, nagyon kis meghitt pillanatokat idézett fel, amiket beletöltöttetek el, vagy például vagy az új kedveseddel egy olyan helyen, ahol a régivel voltatok, és nagyon jól éreztek magus, ez szóba hozott, na hát ez véres rony. Igen, az abszolút véres rony, csak itt most ugye a feleségek szempontjából van, hogyha a feleség tudja az előző exet, akkor ne nagyon említse meg, mert arra a pasik idegesebb, én nem tudom, hogy ezzel egyet értek-e. Tehát a pasi exéről te beszélsz vele? Az övéről nem. Csak a tiédről, mi? Nem, általában az szokott lenni, hogy ugye nézzük a közösségi oldalakat, és még fent vannak az exek, és bejön egy fotó, vagy valami, és akkor arról nem nagyon így kéne beszélni, hogy... Ja, hogy az exek üzengetnek a te párodnak is fotóval, vagy csak láttok fotót? Az általános híroldalon jönnek így a fotók, hogy így feltettek magukról egy fotót, és akkor... De akkor mondod, hogy töröld ezt a ribancot! Hát ha nem is, de akkor nem kéne beszélni róla, hogy most megint megláttam, meg éppen találkoztam az utcán vele. De akkor ő ilyenkor mit szól a férjed, vagy a hapsid? Barátom van. Jó, most az mindegy, mit szól hozzá, ha te ezt szóvá teszed? Hát csak így rosszul néz, meg így nem tetszik neki, hogy most így szóvá teszem, hogy igen, ott van megint. Én ezzel azért nem értek egyet, mert szerintem erre nem a pasik háklisabbak. Tehát erre a nők sokkal haklisabbak. Ha a pasi kezdi el mondogatni az exeket, nem így van? Vagy megemlíteni. Tehát egy pasinak beszél a nő az exekről, azon ő nem borul ki. Szerintem a nő borul ki azon, ha a pasi elkezdi fölhozni az exeit. Hát, és elmondja, hogy itt, amit te is mondtál, hogy itt voltunk vele is, jaj, itt ültünk vele, és itt ebédeltünk. Te egy nőt fel akarsz bosszantani, beszél. Mennyivel kevesebbet zabált, mint te. És mennyivel olcsóbb. Igen. És nem kellett ilyen drága ajándékokat tenni. Nem így van egyébként? Hogy a nők érzékenyek az exekre. Föl. Hát nem, szerintem egyformán. Jó, kérdezzük már meg a pasikat, ki háborodik fel jobban az exes sztorin. Nem jó, mernek. Nem semmi, mernek mindenki jelentkezni. Lapít itt a jó. Csaja. Mondok még egy pontot. Ha utálod a barátait, azt tanácsolják a nőknek például. Ha utálod a barátokat, akkor ne nagyon említsd meg, hogy a barátok rossz fejek, a barátokat elmész sörözni, mert tartsd magadnak, még akkor is, ha nem szimpatikusak ez neked, mert sok nő azért nem szimpatizál a férj barátaival. Én mondjuk ebből a szempontból szerencsés helyzetben vagyok, mert Monika az összes barátomat nagyon kedveli, de ezt ismerem. És ez nagyon-nagyon tud fájni a férfinak, amikor mondjuk így a felesége állandóan oltogatja, vagy megjegyzéseket tesz, vagy húzza a száját, amikor szóba körül azt, hogy na, most akkor elmész a barátaiddal, vagy elmegy a barátaival. Ez nagyon tud fájni. De ezt nem ezt így mondja, hogy elmész tartani. A barátaival. Megint azokkal a hülyékkel vagy. Azokkal a segítségházi. Biztos már isztok, meg mást is csináltok. Neked hány barátodat marta már el a barátnő? Még egyet se. Kitartasz? Kitartok. És ennek az oka, hogy nincs barátnő. És már feleség? De feleség? Már barátnő? Milyen? Barátnő. Mennyi ideje vagytok együtt? Két éve. És nincs ilyen kis torzsalkodás a barátok miatt, vagy nem megy nagyon? Amiatt nincs. Igen, mert már elhagyta az összeset. Már. Igen. Hát általában ez is egy választás, hogy a férfi, igen, ha a nőt választja, akkor lehet, hogy belemegy abba, hogy elkopjanak a barátok. Az összes haverját meg a barátját kedveled egyébként? Kevés van, azokat igen. Uh-huh. Hát minél akkor... kevesebb, annál jobb. Kevés van, és már Amerikában élnek, úgyhogy nagyon. Igen. Kevés van, és teszek róla, hogy még kevesebb legyen. Na nézzük, milyen pontok vannak még. Anyós téma, ezt is írják, hogyha nem jössz ki jól a szüleivel, akkor se hozd olyan helyzetbe, hogy folyamatosan panaszkodsz neki, hogy az anyád megint hülye volt. Az anyád megint beleszólt abba, hogy neveljük a gyereket. Mert ha ez történik, akkor előbb-utóbb a pasi az ugye kiborul azon, hogy ő hallgathatja, hogy a saját anyja hülye, még akkor is, ha ezzel egyébként közben mélységesen egyetért. Tök igaz. Nem jó ezt egy férfinek hallani. Nem egy rossz, nem mondanak rossz dolgokat egyébként. És az az érdekes, hogy például az apósra nem szoktak. Ez a nő és nő közötti. De ez megint ugye miről szól? Igen, a nő és nő közötti rivalizálásról. Jön az anyós beleszól, így van. Hogy a menye hülyén csinál valamit. Ha a menye nem szereti az anyósát ezért, ugye? Igen. Ha ugyanazt mondjuk a kedves papa tenni, akkor már nem lenne akkora seb. Az nem akkora gond, igen. Milyenben vagy az anyósoddal? Nekem egy tündér anyósom van. Itt van? Nem, nincs. Csak hallgatja. Szerintem nem. Ó, szegény elhunyt. Nem, Békés megyében lakik. Hát jó, hát jó. Sok vannak. Hát ennyi. Persze, figyelj. Honnan hoztam férjet magamnak, úgyhogy... De jó. Figyelj, az anyósával való jó kapcsolat titka, hogy lakjon jó messze. Így van, a távolság. A távolság. Minél messzebb van, annál jó. Ez a Zalaegerszeg.
Na tessék, egy Zalaegerszeg Békés Csaba, semmi, igen. 500 kilométer. Igen, egy laza 420, így van, tehát évente kétszer találkozunk. Te jó, és sajnálja a pénzt, Intercity-re nagyon lassan ér oda. Így mondjuk én is szeretném az enyémet, hagyjuk, ha tetszik hallani. Évente kétszer, hát úgy az ember oda megy, megöleli, aztán nagy baj nincsen, nem? Így aztán van, viszi is vissza a pályaudvar. Igen. A vezetékes telefonját már kiköttettétek, hogy ne tudjon benneteket zaklatni telefonon. Nem, mindenki nagyon mobil, úgyhogy modern és mobil készülék. Tartjuk a kapcsolatot, tényleg szeretjük a mamát. Éppen jövő héten fogja megkapni az unokát egy pár napra. Úgyhogy a ja, ezért lányom... szereted, mert most aktuális a dolog. Aha, most éppen le lehet neki passzolni az unokát. Igen. Három hétre mama, na, léci. És még egy kávét se iszik, már viszi is a gyerekeket. Istened a szíve? Na, Budapesten fogunk találkozni a két helyiség központjában, és akkor ott lesz a semleges területen. Fehér zászlókkal. Megkapják a gyereket, mi nyugatra, ők meg vissza keletre. Na, úgy jó. És mennyi időre kapják meg a gyereket? Hát egy 4-5 napra körülbelül. Na most még annyit tudnak, de hát 3 hét lesz nyilván. Még csak 4 éves a leányzó, úgyhogy elég lesz az a 4 nap. Az jó, az 4 évesen 4 nap az már abszolút. De jó, még egy 11 éves korabeli kis bakfislány nem tudom felvállalni a mama. Mi is találkoznánk veletek akkor ott, jó? És akkor ti is arra, jó, mert akartok. Szombaton az állatkertben leszünk, aztán ott megejtjük. Hát gyerekek, évi kétszer azért az kellemes. Tehát azért azt megértjük. Ha sűrűbb a dolog, akkor azért az tud bosszantó lenni, nem? Tehát ez a mennyanyós háború, ez is egyébként abszolút, abszolút jó. Nézzük még, hogy mit írnak. Van még egy nagyon érdekes. Azt mondja, hogy exek, igen, vélemény a barátokról. Örülj, ha meglep valamival, még akkor is, ha nem tetszik. Tehát az ajándékoknál is hazudni kell, mert hogy a szakértők azt mondják, hogy a férfiak az esetek többségében nem tudják eltalálni, hogy a nő éppen mire vágyik. Fogalmuk nincs arról, hogy a nő minek örülne, és az esetek többségében olyan ajándékot vesznek a párjuknak, amiről egyébként fogalma nincs, hogy mi az, nincs is nagyon rá szüksége, de játszd el, hogy örülsz neki. Játszd el, mert megsértődik azon. De ez előbb-utóbb kiderül. Tehát, hogy amikor veszi neked valamit, és utána még fél év múlva is ott hever bent a szekrényben, nem hajtogatod ki, nem veszed fel, nem csomagolod ki, érted? Előbb-utóbb is rájön, hogy nem kell. Meg úgy soha nem tanulja meg a férfi. Tehát, hogy azért az együttérés az egy tanulási folyamat, hogy legalább ismerd meg a másikat. Ha most mindig az, hogy jaj, de örülök, akkor sose fogja eltalálni. Így van, meg csak eredeti csomagolásban visszavíve kapod vissza a pénzed. A praktikus oldal. Milyen praktikus oldal, igen. Szóval meg kell mondani, hogy rossz az ajándék. Szerintem igen. Hát igen? Nyilván nem úgy, hogy már megint ezt a szart, hanem úgy normálisan, de szerintem meg kell mondani. Ki kapott már a lányok közül rossz ajándékot, tehát ami így nem ütött, ő másra számított volna, és mégis azt mondta, te, gyere már ide, mi volt? Na, kíváncsiak, mi gyere, volt? Gyere, hagyjad ott a párodat, nem érdekes, most legalább megtudja. Ja, nincs itt. Szia, mi a neved? Szia, Marian. Na, mit kaptál, ami nem talált? Gyapjú ágymelegítő. Nagyon finom az. Oh. Gyapjú ágymelegítő. Igen, nem, és fázós vagy? Karácsonyra. Nem. Aha. És baromira nem örültél neki, mi? Ha, nem. És mit mondtál? Hogy megvan-e még a blokk? Megkérdezted finoman? Hát, hogy vissza lehetne vinni. Komolyan? Aha. Nagyon helyes. És ezt így bemondtad neki? De. De milyen megfontolásból vette ezt? Azt gondolta, hogy ez neked jó, vagy te erre vágytál? Nem tudja elképzelni soha, hogy mit szeretne a másik, vagy nincs ötlete. Tök ötlettelen, mi? De miért nem mondod neki, hogy adja oda pénz borítékba? Igen, ez már így működik. Tényleg? Igen. Oh, az a rohadt romantika, ugye? Kicsim, adod a borítékban. Igen. Figyelj, de most mi van most? Vagy vesz egy rosszat, és akkor mehettek visszaváltani, vagy odaadja neked az összeget, ami ugye nem túl romantikus, meg nem túl szép, de legalább olyat veszel belőle, aminek te egyébként örülsz. Hány ilyen elrontott ajándék hever a sarokban, vagy a polcon, vagy a ki nem bontva valahol a szekrényben? Igen. Sok, több ilyen volt? Nem. De általában jó volt, de ez az. Igen, hát általában átlagos, de ez túllőtt a célon. És nincs ilyen, hogy közösen elmentek, és akkor rámutatsz, vagy érzékelteted vele, hogy minek örülnél, mert azért a segít a pasiknak. Ha konkrétan nem mondom meg, akkor nem. Aha. Nem, akkor viszonylag nem, kézi. Nem érzékeli. Igen. Kézi vezérlésen van a párod azért. Az jó módszer, hogy elmentek sétálni valamelyik este, és akkor egy kirakat véletlenül. Állsz 10 percet, és így nézel valamit, az jó. Hát valahogy, valahogy rá kell vezetni. Nem tudom. A tiéd nem ezek szerint. Nem szerintem. Mikor van a szülinapod? November végén. November. Van már valami, amit vett esetleg? Miért kérdezze, megleped valamivel? Nem, csak beszélek a férjeddel, mert azért lehet, hogy az ember kreatív, hogy mit tudom, hogy kinézette már egy rugós ágymatracot, vagy bármilyen, vagy egy kitömött rénszarvas fejet. Nem szabad túl korán sem.
Ja, hogy nem szabad nagyon elkezdeni presszionálni. Igen. Te egyébként mindig meglepedőd, vagy te tudsz olyat venni neki, aminek én örül? Igen. Hm. A gyerekek, a nők leleményesebbek. Vagy ő eljátsza. Tessék? Vagy igen. A férfi eljátsza. Meglepi az örömével. Nem tudja eljátszani. Mi volt aminek például nagyon örült, amit vettél neki, és örült neki, nem, vagy nem emlékszem. Nem, aha. Most így nem. Uh-huh. Egy apjú ágymelegítő. Igen, csak már csak egy hónapos garival, meg kettő lement belőle. Á, gyerekek, ilyenek a pasik. Sajnos nem mindig tudják ezt jól belőni. Igen. Gondold, de ott állsz a kis gyapjú ágymelegítő, de fogalmad nincs, miért kapod. Azt se tudod, neked szánta-e. Lehet, nem? Hogy ő is kapta, csak mondom. Igen. Na jó, drága Morning Show hallgatók, írjátok meg nekünk SMS-ben, jó? Hogy mik azok a jelek, vagy mik azok a dolgok, amiket nőként, elsősorban női hallgatóktól várunk SMS-eket, nem szabad észrevenni pasinál. Jó, ha az ember szemet huny felette, ha el akarja kerülni a konfliktust, jó, ha nem beszél róla, vagy például úgy, mint az ajándéknál, úgy csinál, mintha örülne neki. Jó, várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. 3:49 múlt pontosan 1 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Drága Balaton elég. Ó, hát egy pillanatra menjünk ki hozzá, gyerekek, mielőtt foglalkoznánk az SMS-ekkel. Hát ki van itt? A Jani. Hát ki szia, van itt? A Jani is itt van, de ki van itt? Hát ki van itt? Nem mondjuk el, majd ha megszólal. Szervusztok. Ötödik Zoltán. Vézolika, hello. Üdvözlöm a műsorvezetőket, illetve az itt jelenlévő rádió hallgatókat is. Nagyon szeretjük, hogy itt nagyon van. Nagyon kimért vagy igen. Ma. Mit csinálsz? Hakniba mész? Majd fogok, igen. Na, hol lesz Hakni? Holnap. És egy kicsit holnap. Lejöttél akkor így meglátogatni minket? Vagy erre így jártál? Van, pontosan itt a helyen. Igen, hol lesz Hakni? Vas hosszú falu. Az ilyen Vas megye, mi? Hát az... Vas megye. Gyerekek. Hogy kitalálta? Az, hogy vág az eszed, Feri? Igen. De helyes, hogy is ide jöttél. De drága vagy. Meghallgattuk egy újabb dalodat. Az mennyi, hallottad te? Hallgattad? Ez egy újabb, vagy egy régebbi? Nyilván feldolgozás, de hogy az ez mikor? Ez egy régebbi, igen. Most készül a új dal. Teljes. És az feldolgozás lesz, vagy tudhatunk róla az valamit? Teljesen, arról még semmit. Még semmit. Az teljesen arról még semmit. De készülőben van. Na jó, te annyi, hogy feldolgozás, vagy egy vadonatúj, tehát hogy eredeti lesz, mint egy vadonatúj, tehát olyan lesz, mint a Balaton. Hasonló, mint a Balaton, így van. Gyerekek. Kis latinos pesgés, pörgés, vízi bicikli. Így van. Figyelj, delfines csúszda. Gyerekek, a barátaimmal nálunk ez szálló, igen. Delfines csúszdás, ezt mind akarom, hát csúszdás, csobbanás. De szeretjük. Na most várj, mert az van, hogy a múltkor hoztál lemezt nekünk, lemezeket, amit az összeset a Bali elvitte. És nekem van egy haverom, aki engem viszont azóta azzal cseszt, tehát, hogy vigyek neki. Még mind a 9 a kocsimban van, Feri. Ja, akkor jó, hagyjad, akkor nem kérdeztem semmit. Akkor a CD-tárban. Annyira azért nem kaptattak utána. És akkor csinálják a lemezgyárban most jelenleg. Tehát készülőben van az is. A többi. Ugye, ahogy a múltkor kiszortad azt a 10 darabot, hogy megszortál minket, gyerekek. Vézolika, promóció, koncertrendelés, telefonszám, album, fotóval. Igaz, hogy mindenken egy dal volt. Teljesen. Csak mondom, hogy a kocsimban... Most is készül egy. A kocsimban a kettes, a CD-tár kettes CD-je még mindig te vagy. Azt hittem egytől tízig. Nem, és a gyerek, figyelj, a gyerek megvan értő őrülve. Kis mulatós. A Balaton az mulatós? Nem. Ha nem? Többi. A többi. Ja, a többi. Így van. Hát jó, hát a legközelebb jössz, akkor hozzá egy ilyen válogatás. Best of, greatest hit, hát valamit. Azt különben azzal készülök most a stúdióban. Már mivel? Hát egy ilyen angol típusú. Angol típusú, ja, Grétes Cicsről beugrott, hogy angol típusú. Egy, aha, jó. Na, meghallgatjuk akkor ezt mint is, jó? Mint a Camon Savant. Hát a Camon Savant imádtam. Figyelj, és ilyenkor mi van? Megmutatod magad a strandnak? Kicsit csobbansz, csúzás, csobbanás, vagy csak nyomsz egy lángos, továbbmész, hogy mi ilyenkor a nem, program? Nem. Megfürdök itt. Strand. Megfürdök itt. De itt laksz valahol, nem? Itt van a nyaraló, nem? Nem. Nem mondod meg, hogy nehogy rajongók telepedjenek. Nehogy most valaki meghallja, hogy nem vagy ott, és kirámolja a kecót. Igen. Vagy nehogy valaki Mark Chapman-t játszon, aztán féltékenységből előjön még, hogy nem lehet Zolika. Barátokkal, feleséggel, társal, kivel vagy most itt? A grupikkal. Barátokkal. Barátokkal. Nyilván, akik a klipben is szerepelnek, nem? Nem. Más típusú barátokkal. Jól van. Zolika, nagyon drága vagy, imádunk, hogy meglátogattál minket. Én köszönjük is imádlak benneteket, egyébként azért jöttem ide. Már SMS-ben írták, hogy itt vagy, de én azt hittem, hogy csak szórakoznak, hogy körbenéztünk, de én nem láttalak, mert egy lány itt az előbb mutatott egy fotót, egyébként egy rólad készült fotót, akkor már kezdtem gyanakodni, hogy valójában itt vagy, és hát most életnagyságban is láthatunk. Így van. Jól van. Köszi, hogy jöttél, vigyázz magadra.
Jó? Megpróbál. Csúszdás, csobbanás. Csúszdás, csobbanás. Csúszdás, csobbanás kívánunk neked. Vízi biciklit. Aj, de szeretem azt a dalt. Na, visszatérve még az SMS-ekre, ennek majd meg kell csinálni egyébként a fordítottját is, mármint, hogy egy férfi hogyan tud problémamentesen, konfliktusmentesen élni egy párkapcsolatban, mert nagyon sok férfi is ír nekünk. Igyekszem most azon SMS-eket beolvasni, amikor nők írtak, mert ugye a témánk az, hogy egy nőnek mit kell elnézni, hogy ne legyen konfliktus egy párkapcsolatban. De jövő héten megcsináljuk a fordítottját is, mert látom azért vannak igencsak zaklatott lelkiállapotú férfiak, akik felháborodva írnak, hogy velünk mi van, nekünk mit kell elnézni, de akkor majd ezzel jövő héten foglalkozunk. Azt mondja, hogy ide nekünk Liza, hogy amikor besér a lakásba például, szétszórja a ruháit, és mondom neki, hogy szedje össze, olyan, mint egy hisztis kislány, magára zárja a fürdőszoba ajtót. És mi történhet oda be? Ez nagyon szép, igen. Kisírja magából a bánatát. Csak egy férfi SMS, hogy mennyire frusztráltak a férfiak. Szerintem azért az is gáz, ha egy feleség kap egy parfümöt, majd találsz a szekrényben egy másik ugyanolyat, csak egy kicsit szebben becsomagolva. Nem nagyon kell ezt feszegetni. Írja Zsolt. Igen, ez is érzékeny téma. A párom kiborul, ha szóvá teszem, hogy nem jól borotválkozott meg, és kimaradt pár szál szőr. Majdnem 7 éve vagyunk együtt, egyébként boldogan, ezt Dóri küldte nekünk. Tehát a csajok ne említsék meg, hogy igen, rosszul borotválkozott. De ugyanezt mondjuk a férfiak sem említsék meg. Hogy kimaradt pár szál. Igen. Szerdán volt a névnapom, a férjemen kívül mindenki felköszöntött. Tipikus férfi baki, nem szóltam neki érte. Szerintem még mindig nem esett le neki, hogy egyáltalán volt, írja Jucur. De milyen bőrt? De milyen? Pont ugyanez volt. Gyerekek, a névnap nekem is nehezen. Bocsánatos bűn. De milyen okos az asszony, hogy nem szól. Így van. Ugye? Szerintem egyébként az asszony dolga az, hogy fejben tartsa, hogy neki, saját hogy neki mikor van a névnapja. És szóljon és a házasság évforduló. Szóljon, hogy vegyen valamit magának. Hát miért nem lehet ezt normális keretek között csinálni? Drágám, nem sokára a holnap után névnapom van. Ennyi. Már nagyon várom. De csak hozol egy kazalvirágot. Nagy vonalú. Emlékszel, jövő hét szerdán lesz 10 éve, hogy együtt összejöttünk. Igen. És ez volt a helyszín, itt voltunk együtt először. A meglepetés vacsorát sose szabad leszólni, mert sértődés van belőle, bármennyire is rossz, edd meg, és dicsér. De szép, de szép. Edit küldte nekünk, milyen bölcs. De azt mondjuk, azt tényleg ne szóld már, hát szegény férjed ott. Nem? Megcsinált a krumplifürét porból. Akkor is, csinált de csinált csinált egy virslit rántottával, igen. Fölvágott hozzá 3 darab paradicsomot, de a gesztus kell értéken. Egyébként így van. Tessék örülni neki. Mindennapi dolgokban nem szabad belekötni. WC-ülőke, fokrém, de szó nélkül kell kivinni a szennyest az éppen ledobott helyről. A házi munkát se akarjuk nagyon ráerőltetni, így nincs vita. Írja nekünk szintén egy női hallgató. Bölcs meglátások ezek egyébként. Alexa vagyok például, ha pasi nem tud teljesíteni az ágyban, és nincs szíved megmondani, hogy nem az igazi, jobb, ha elhallgatod. Hát kérdés, hogy ez egy komoly kapcsolat, vagy csak egy futókaland, nem? Futókalannál mondd meg. És itt van egy nagyon nagy bölcsesség. Ne szólj rá, ha szellent. Inkább dicsérd meg a teljesítményt, aztán hipózd ki a gatyáját. Ezen a téren nincs tapasztalatom. Sose hipózol a gatyáját. Nem hipóval szerintek. Igen, nem hipóval fehérítesz, igen. Elég már ebből az ajándék témából, mert évek óta most tudom meg, hogy a kés nem jó ajándék a számára. Írja nekünk egy férfi hallgató. Igen. Jól van, tényleg csináljuk meg ennek az ellenkezőjét a jövő héten, jó? Hogy egy pasi mit tűrjön el egy párkapcsolatban, hogy zökkenőmentes legyen, mert legalább annyi frusztrált férfi hallgat minket, mint nő, akinek sokat kell hallgatni, úgyhogy jövő héten erre visszatérünk. Mondom, tudnék mondani 8-at kapásból nem, egyébként. Az, tudod, mi lesz? Mindent. Igen, minden. És nagyon sokat, igen. Oké, jól van, köszönjük szépen az SMS-eket. Hármasugrást játsszunk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Gyerekek, tényleg csak egy pillanatra visszatérve, most ha Vézolika itt van, akkor nem beszéljük le vele a debreceni fellépést? Ja, hogy mégsem tud jönni? Nem, csak érezem, hogy ha megyünk Debrecenbe, nem hívjuk meg Debrecenbe? Hát még lépjen már föl ott is nekünk. Hol van, elment? Aha. Elvitte a tömeg. Nem, megvan még, de na, nem figyelt. Jó, visszatérünk még rá. Elindult már Vashosszú faluba. Vigyük el! Gyerekek, vigyük el Debrecenbe. Már hogy jön ő magától, csak nem? Igen. Jó. Jó? Jó. 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 Hát addigra kész lesz az új dal. Egy vagy, premier. Aha, elnyomja a Balatont, és elnyom egy újat. De mit beszéltünk? Vagy a Come On szava. Mit beszéltünk meg reggel? Mit? Feltételes módban fogalmazunk. Mi lenne, ha eljönne? Téged. De én akarom. Igen? Ezt mind akarom, mint a csúszdás. Mint a csúszdás. És az új számát is szívesen meghallgatod majd. Igen. A senki számára nem ismerős. Van egy tikit. Zolika, ne menj el, jó? Ha itt vagy még, akkor maradj egy pillanatra. Maradj, még nem mosdjál le.
Ne fürdjél le. Ne fürdjél le a Balatonba még egy pillanatra, jó, hogy tudjunk veled beszélni. Hello, srácok, jó reggel. Sziasztok. Jó napot. Jó napot, most tényleg lemagázol. Lazolunk. Nem, csak hát nagyon nagy rajongó vagyok a Klassz FM-nek is Felvidéken. Csináltattam egy ilyen pólót. De várjál, azt csak hagyj egy Klassz FM-es póló vagy, de tényleg lemagáztál minket, hogy jó napot, de ezt mondtad neked. Tiszteletet megadtam, szokása. Jó napot, te jó, és gyerekek, egyre többször élem át ezt. Egyre többször. Csókolomot, a jó napotot, 18 éves lányoktól egyébként, ami még jobban fáj. Hát ha most kimennél így ide a napszemcsibe, a stúdió elé átkísértének a másik oldalra. Jöjjön papa! Jöjjön papa, látsuk, baj van. Támaszkodtam. Valamikor, múlt héten egy ilyen 17-16 éves formalány lett csókolomozon. Nem tud nő annál bántóbbat mondani, mint hogy csókolom. Ó, mondom, ez már itt a vég. Egyébként nagyon-nagyon örülök a bátyának, hogy elhozott engem ide, mert ugye, mert kicsit... Azt mondja, a báty, meg is köszönheted. Meg is köszönheted. Fél négykor keltünk, úgyhogy... Fél négykor? A harmadik kávémra már nagyon várok. Ja, te úgy nem nagyon akartál jönni, ugye? Én áldozott vagyok, de amikor megtudtam, hogy itt van Kassa Tibi, akkor úgy kicsit megnyugodtam, hogy... Ja, akkor már visszaindultok, persze. Igen, azt hittem, azt mondta, hogy akkor kezdtem el igazán szorongani. Igen, na, szóval, hogy fél négyes kelés volt ez. Fél négyes kelés. Bratyót fűztet, hogy hozzon már el. Igen, könyörögtem, meg mindent én álltam így anyagilag, úgyhogy nagyon neki nem kellett mit ráadozni. Nekem jó, 25 eurót áldoztam rá, de mindegy. Egész olcsó megúsztat 25 euróból. És erre készültél, hogy találkozzál, vagy hogy ide gyere, hogy itt lesz? Nagyon bírlak titeket is tényleg, hogy lássalak, beszélgethessek veletek, úgyhogy... Mondd el, hogy te is rádiós akarsz lenni. Igen, rádiósnak készülök. Komolyan? Garant. Valahogy megpróbálom majd erről. Mi a bajom? Jó, az a rendőr, szóval inkább akkor rádiós. Ja, hovaj. Szegény. Van der Fröccsön voltak a Garami Gáborék, és velük is, a Csabit is várom, aztán szeretnék vele is beszélgetni. Voltam a Garami Gáborral is beszélgettem, úgyhogy jó vagyok így a műsorvezetőkkel, mondj, kopogjam le. De szimpatikus, hogy én ambiciózus vagy, ezért cserébe megadom Balázs mobil számát. Hogy bármikor, ha szakmai kérdésed van. Nyugodtan. Miatta jöttem el, Balázs. Nyugodtan cserébe, meg én feltétlenül éjjel 2 és éjjel 5 óra között örülök ezen hívásoknak. Nagyon egyébként. Figyelj, és a Csabitól ilyen kis kulisszatitkokat, vagy ilyen praktikákat akarsz megkérdezni, hogy mitől jó valaki? Hát Csabi az a... Tehát vele nem voltam annyira beszédes, én nagyon elfoglalt volt, a Garami Gáborral tudtam egy picit. Meg is adta a Facebookját, úgyhogy szoktam is vele írogatni. Úgyhogy... Komolyan. Ezt az oldalát akarom, aminek nem ismertem. Mm-hmm. Nagyon elfoglalva a Csabi, ez mit jelent, betelefonáltam. Szia Csabi, azt szeretném megkérdezni tőled, hogy a szakmailag esetleg nem, bocs, és már ki is nyomott. Kinek küldöd azt a dalt? Nem, az lett volna szép. Nem, a Csabi az csak azért, mert tartozik nekem 5 rugóval. Na jól van. És akkor most egyedül oldod ezt meg, vagy a bratyó az egy kicsit segítsen, vagy mi legyen? Mindenképp segítsen. Segítsen, mert én nem vagyok nagy játékos. Tehát, hogy... Nagy segítség, azt tudod, ugye? Na jó, milyenek a kérdések, Jani? Szó-szó. Semmi extra. Jó. Akkor jó. Mehetünk? Igen. Na figyeljetek, így szól az első kérdés. Hányadik helyen végzett a magyar női vízilabda válogatott az idei Európa-bajnokságon? Jó, hát pont jókor. Jótól kérdik. Három. Várjál, nézzél szépen. Három. Nagyon jó. Tudtad, vagy valaki bemondta kintről? Nem, senki nem segített. Nem néztek vízilabdát, srácok, egyáltalán? Vagy így nem nagyon? Én nem. Nem? Férfi sem? Női volt. Férfi sem nagyon, semmi? Nem. Kézilabda talán. Igen? Kicsit. Már játszottam, úgyhogy... Érdekes, a kézilabdát valahogy nem tudom megkedvelni. Tehát egyáltalán nem kötve. Pedig nagyon jó. De milyen sportok? Az kézilabda, és minden agressziódat kiéled benne, amit akarsz. Te kézilabdázol esetleg azért? Tetszik, igen. Ja, aha, tehát és akkor még nem is próbálkoztál a thaiboxsal. Igen. Mehetünk tovább, vagy megálltok, és mehetünk. Na jó van. Így szól a második kérdés. Melyik magyar nemesi család egykori kastélya található Keszthelyen? Na, de hogy te nagy történelem tanár vagy. Festet is? Így van! Jó, szép! Nagyon jó. Na, jöjjön a harmadik kérdés, hogy megálltok és elviszitek az ajándékcsomagot. Igazából mindenképpen adunk. Menjünk. Jó. Itt szól a harmadik kérdés. Melyik világhírű énekesnő szerepelt a Mad Max film trilógia harmadik részében? Az nem friss film. Menjünk nyugodtan levegőzé legyen. Igen. Tina Turner? Ajj!
jól jönnek azért azok a megfejtések, a 200-an állnak az üvegstúdió körül. Tehát hogy azért az mindig egy nagy segítség az embernek azért, ha egy közben itt 4000 ember ország. Ja, egyszerre bekiabálja, hogy Tina Turner hihetetlen játék volt, srácok. Elképesztő tudás. Többenetes játék volt, úgyhogy adunk akkor egy ajándékcsomagot. Köszönjük nektek. Szépen, jó? Nagyon-nagyon szépen köszönjük. És drágák vagytok, hogy ilyen messziről jöttetek hozzánk, örülünk nektek, tényleg. Köszönjük szépen, aranyosak vagytok. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na jó van. Zolikát ne engedjétek el, jó? Ha éppen menne fürdeni, ne tegyétek, mert még le kell vele egyeztetnünk egy debreceni haknit, úgyhogy semmiképpen ne engedjétek el. 9 óra van, pontosan jönnek a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 9 óra múlt 13 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mi van már? Semmi tap, semmi sikor már. Mert itt meg kell beszélni egy fontos dolgot. Na, figyeljetek, most van vége a sziglának, rajta! Nézd meg! Micsoda, karmesteri véna. Ilyenek. Teljesen spontán módon. Ilyenek. Igen, és teljesen csak úgy, hirtelen, igen. Tudom, mivel mi nagyon sokan van ebben? Tudom, látom, hogy itt melózol egyébként, igen. De vigyázzál, Feri, ma még csak egy abonettet tettél, el ne fáradj. Úristen, leesen a vérnyomásod, itt elvágódsz itt nekünk, érted, nehezen tudjuk majd felrakni a lábadat, úgyhogy óvatosan mozogjál, mert kimaradt a reggeli, most már egy ideje kimarad, úgyhogy csak óvatosan, kíméld magad. Ne nagyon hadonászál itt, mert leesik a vérnyomásod. Menjél be a sátorba, nézd meg, hogy hova tűnt a reggelistál, majd rájössz az abonettel. Igen? Perce. Burkoltál kicsit? A muszáj volt, kell az energia, gyerekek, a kerékpárosoknak. Melyik őtök sportol? Én stoptam. De mit? De nem annyit vidék! Egy teniszezőnk van. Hó! Ki a teniszező? Ő az. Teniszezel? Hát egy hobbi szinten. Hobbi szinten. Az ide kevés. Most mondd azt, hogy ez az ide kevés. Már fejben megvertelek kétszer. Aha. De rossz. De gáz, úristen. Már fejben egy szettet nyertem ellened. Hallod, kétszer belenyomtam. Igen, már 3-0 van, és még nem is játszottunk. Mióta teniszezel egyébként? Hát egy 5 éve körülbelül. 5 éve, hát akkor ez nem biztos. Felejtsd el, amit az előbb mondtam. Valaki csak álmaim a verem meg. Akkor ezt igen, ezt akkor engedem. Ezt nevet kihívásnak. Hagyjuk, majd inkább. Oda menni észre, hogy összele arcoskodva. Fejpántal csuklószorítóban. Súm, 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 súm. Kezdjük! És rombál. Megkészültél? Mennyire? Mennyi előnyt akarsz? Igen. Írja egy hallgató, gyerekek, hogy kiábrándult belőlem, csökkentél a szemembe. Azt írja. Látod, hogy mondasz valamit, és nem is gondolt, hogy közben hány hallgató szimpátiáját veszti el. Nem szereted a kézit. Én még miattad kezdtem érdeklődni a tenisz iránt. Egy kéz is. Tehát ő elkezdett érdeklődni a tenisz iránt, én viszont leszóltam a kézit, illetve azt mondtam, árulás! Ne haragudjatok, tényleg. Bocsánat. De most valahogy mindenki ráfizett a teniszre. Kedves Sebestyén úr, így szól a másik SMS. Szeretnék elkezdeni teniszezni, ehhez kérek segítséget, hogy mit, hogyan kell elkezdeni. Ő, vegyél egy ütőt. Legmélyebb tisztelete lesz, Dávid. Mit lehet mondani egy ilyen embernek? Vegyél egy ütőt. Látod? Ennyi. Na, tessék, megvan. És annélkül mara nehéz, nem? Ez innen indul egyébként. És csak jönnek az SMS-ek teniszezés témában. Én iszezek, teniszezel, ön iszezik. Atya úristen. Hol van Vézolik a gyerekek? Itt vagy még, Zoli? Nem, már fürdik. Lefürdöttél? Elmentél, megmutattad a testedet a Balatonnak? Jön már, jön, aha. jön. Adjátok vissza a karotokon keresztül, így lökjétek előre. És jön vissz. Biztá benne, hogy elment, mi? Hívjuk már meg Debrecenbe, hát akkor jöjjön már el. Biztos nem ér nem? Rá, sok a hakni. Dehogy nem. Zoli! Itt vagy újra? Jaj, de kedvellek. Na figyelj, mit csinálsz? Mikor van Debrecen? Augusztus 18-a hétfő. Augusztus 18-án van-e már lekötött haknit a Wembleybe? Ott van a helyem hétfőn, persze. Na, ettől féltem. De nincs stúdió munkásodnak, ami közben jönne? Nem vagy esetleg... Közben csináljuk folyamatosan egyéb. Nem lesz kész az új dal addigra, mert aztán... Nem. A Santa Maria. Nem lesz kész az új dal. Az még nagyon közel. Micsoda, hát az 3-7-18-a, addig érted, a Kassa Tibi egy teljes albumot megír. Abszolút. Szerintem lehet, hogy kész lesz, nem tudom. Jó, pontosan. Figyelj, akkor elhozod nem nekünk lehet. Debrecenbe a Balatont. Jó? Így van. Tehát anélkül nem mehetünk el úgy utána egy kicsit pihenni, hogy ne hallgatnánk meg még a Szabink előtt a Balaton. Így van. És akkor hozol egy újat? Vagy hozol egy még egyet? Vagy valószínű. Hát még egyet viszek. Még egyet örülnék egy Come on Savának. Jó, figyelj, ha nincs kész az új, akkor hozol egy Come on Savát. Pontosan. Jó? Azt írja valaki, egy konszi-konszi-konszát is. Azt írja valaki, hogy mivel vagy, mert hogy a turnébuszodat látják közben Pesten. Ez lehet, hogy azért van, mert ellopták, csak még nem néztél vele reggel a parkolót, és már Pesten vannak vele. Vagy ott hagytad, és mással jöttél? Szerintem így van, mással jöttem.
Aha, pihenteted a turnébuszt. Pontosan. Mert csak a turnéra. Mert az egy, Zolika, mivel ment le, mert a turnébusz itt van Csepelen, ide egy hallgató. Hát akkor ott áldogál a turnébuszon. Így van, igazolva. Most jó. Egy másodosztályú dohányzó személlyel jött, de tovább küldte Keszthely felé. Na jól van. Akkor írd föl magadnak, persze, jó? A hakni naptáradba, hogy okay. Akkor december Debrecen, és jöhetsz decemberben, és csak nem leszünk ott. De öltöz melegen. Igen, nagyon melegen öltöz. Debrecenben augusztus 18, jó? Okay. Nem ám elvállalni addig a fellépést a Muzsika TV-re, meg ilyen helyekre. Jönni velünk Debrecenben. Jó? Köszönöm szépen, ott leszek. Jó van. Tudja, mivel tartozik nekünk, látod? Debrecenben picit elkezdtek izzadni. Nem azt hitték, hogy fenyegetem őket. De egyébként nem. Debreceni az az SMS, ami így szól, hogy ide ne hozzátok. Igen, hogy most néznek nagyon gyorsan utána, hogy a területfoglalási engedélyeket még vissza tudják-e mondani. Igen. Na, közlekedési híreket mondtam már? Mondtál a héten. Nem úgy értem, hogy most reggel. Mármint úgy értem, hogy 9 óra után még nem mondtam friss közlekedési híreket, ugye? Mondanék egy párat. De mondanál? Mondok egy párat. Debrecen, egy fehér színű T5-ös transporter KPS rendszámba féklámpa nélkül közlekedik, nehogy valaki beérje, ha hallgat benneteket, esetleg akkor orvosolja a problémát. Ezt Maura küldte nekünk. Trafikomlón a Mecsek Jánosiból érkezőket vadásszák egy ezüst Golf 5-ből, ez Dodi 74 küldte nekünk, illetve többen érdeklődnek, hogy mi a helyzet az M5-ösön azzal a hatalmas balesettel Kecskemét irányába. Egyelőre még tart a terelés. Legalábbis az SMS-ekből ezt látjuk, Örkénynél terelik le a forgalmat, ott pályazár van, úgyhogy azt is próbáljátok elkerülni. Árpádhídon kicsit lassabb a forgalom a szokásosnál, az okát egyelőre nem tudom, ha tudom, megírom. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük, nagyon. És nagyon sokan jeleztek egyébként, hogy egy vészvillogóra állított piros színű Corvette eltorraszolja a menetrendszerét és személyvonat útját itt a Lelei vasútállomáson. Keressük a gazdáját! legyen szíves jelentkezni. Azt mondja, hogy kérdezzétek már meg egyszer egy illetékes, hogy miért pont a legnagyobb forgalomban kell gyorsforgalmi korlátot javítani? Miért nem lehet azt éjszaka, ezt Rolóka kérdezni? Hogy lássák. Egyébként így van. Egyébként ennek akik ez az javítják, oka. Azok lássanak? Nem, hanem hogy azok lássák, ja, akik kíváncsiak rá, hogy mire költik azt a pénzt, amit beletolnak ebbe az alap. Világos. Igen. Pomogácsok a 87-es kilométernél Pest felé fotóznak. Itt, ebből az információból csak egyetlen egy nagyon fontos információ hiányzik. Ahol? A pontosan hol. Köszönöm, hogy nem nekem kellett kimondani. 87-es kilométernél van egy pár autópályánk, tehát úgy nagyjából hol. Zselátónak egyébként köszönjük, ha ezt elküldi. Van egy trafing az M3-as 88-as kilométerénél Budapest felé, és az 50-es kilométertől még mindig az M5-ös, az nagyon-nagyon durva. Igen, úgyhogy próbáljátok ott is egy kicsit másfelé haladni. Gyereke, kezd kisütni a nap! De jó, és mi megyünk haza. Na, egyébként nem. Egyébként nem. Hát Feri ugye elindul. Hát Ferihelynek vasárnap van egy műsorvezetése, tehát el kell bringára kell ülnie, hogy addigra visszaérje. Ére, cica fiú, hát Feri elindul a Tour de Home-on. Simán mehetünk egy kört, ha gondolod. Van még egy bringa, tudok szerezni egyet, és akkor te jössz velem. Hova? Mit kerüljünk meg? Ne, Velencét. Most menjünk el a Velencei tóra? Igen, 10-kor fölülünk, azt hajrá. Nekem itt van a családom. Hát így tudok vezetni, a Viki nagyon jól pedig vezet. Egy hasis barlangba 13 éves kislányok. Igen, akik csokolommal köszönnek nekem, és ez szörnyű trauma. Figyelj, jó dolog ez a tekerés. Jó, de nem. Igen, de nem. Nagyon tisztellek, hogy ezt csinálni. Én is szoktam így a gyerekelni, ha elmegyünk ide-oda bringázni, de most ez a Balaton-Velence, ezt most így valahogy kihagyom. Szeretem egyébként, pedig hogy kezdek ilyen antisportoló, ilyen antisport embernek tűnni, azért mert te most egy kicsi ideje elkezdtél sportolni, és már úgy tűnik, mintha egyébként én nem sportolnék. Tehát szeretem. Te csak egy dagat miri. Én csak egy kis élősködő vagyok itt a Morning Show hatalmas nagy testvér, aki egyébként nem sportol. Hatalmas szikár testvér. Lenézi azokat, akik sportolnak, úgyhogy szinte majdnem minden nap sportolok. De olyan felhívásokat intézel fel, mert én nem tudok teljesíteni. Nem tudsz jönni. Én elhű vagyok. Csak én mondom. Tartom magam ahhoz, hogy én nem futok. Legyen nem egyszer, én vagyok az áruló. Legyen egyszer egy olyan, ha már mindannyian ennyire sportolunk, akkor csináljunk egy olyat, és ez felhívás a keringére a sales osztályunknak, hogy szervezzünk egy morning show sportnapot, ahol gyakorlatilag azokat a sporttevékenységeket lehet kipróbálni a segítségünkkel, meg a részvételünkkel, amikben mi jók vagyunk, amit mi szeretünk. Amikben múltunk van. De mi is akkor megtanít az embereket futni? Hát mindenki tud futni. Hát meg talán mindenki. Egy picit már mondjuk egy mobil mászófalat odahoznánk. Az mondjuk akkor, jó, az jó. Akkor az mondjuk egész lehetne jó tud lenni. Lehetne ütögetni egy kicsit. Baseball ütővel engem. Az, igen. Mindenki kap egy baseball ütőt. Ki mit kér. Igen, és nagyon rommá vernek. De jó, és mit csinálunk a Ferivel? Semmit, hát én addig nem tudom, reggelit csinálok nektek.
Csíre, hát mert hogy fut meg bringázik. Na most a bringa azért, hát nem. Megtanítja a biciklit. Aki nem tud, miért tök jó. Veled mi lesz majd? Van olyan, aki nem tud bringázni. Igen, a Feri 3-3,5 éves gyerekeket tanít bringázni. Feri majd szalad mögöttük, tartja a seprűnyele, ami be lesz nyomva az ülés alá. Igen. De neked is akkor meg ki kell találni jó, valami. Jó, hát de nekem ez jó. Spinning. Gyerekeket fogok... Spinning. De nem én ülök elől. Tényleg, te megtanítod a felnőtt lakosságot spinningelni. Ezeket úgyis egy nagy álmod volt, hogy te elmenjél spinningelni. Igen, de aztán rájöttem, hogy ez jobb, amikor halad is a bicikli. Tehát az olyan értelmetlen, nem? Vagy annak tűnik, hogy ülsz egy kerékpáron, tekered, és nem mész sehova. Hát nem? Ha? Hát annyi csaj van ott, hogy azért annyira nem értelmetlen az, mert azért a spinningen nagyon jó csajok vannak. Akkor legyen az, hogy te teniszezni tanítod őket, én mászni, Feri pedig sportmenedzserként megmutatja, hogy lehet ebből imidzst építeni. A Feri az egy kreatív igazgató, igen, aki ott a fiatalokat lekasztingolja. Rekreációs szakemberünk Rákóczi Feri. Felméri a testalkatot, csináltat egy Cooper tesztet, és megmondja, hogy mászófal, tenisz, futás, bicikli, vagy éppen úszás. Tehát, hogy kinek mi kell. Egyébként akár még ismertebb embereket is, olyan ismertebb embereket, közszereplőket is ebbe a dologba belevonnák, vagy belevonhatnák, akikről köztudott, hogy rendszeresen űznek valamilyen sportágat. Általában amúgy ezeket az embereket szokás ilyen elitista körökben, én is tapasztaltam egyébként ezt, a nagy betűs futóktól, a nagy betűs mászóktól, a nagy betűs teniszezőktől hallani, hogy néha lesajnálgatják ezeket a közszereplőket, pedig nagyon sok olyan ismertebb arc van, aki nagyon komoly szinten űz bizonyos sportágakat, és őket is akár bele lehetne rántani ebbe. Ja, de miért sajnálják le, hogy ő szerepel ezzel? Persze. Én azt gondolom, hogy ha jó dolog mellett állsz ki, ezt egyszer beszéltük már, akkor csinált, akkor nyugodtan. Tehát az, hogy most a, nem tudom, a Rékasik Arcsi minden évben egyszer a szülinapján körbe bringázza a Balatont, és ezt megírja az újság, nekem ezzel nincs bajom. Szóval az, hogy ez tök jó, nem? Hát mégis jobb, mint ha azt jönne meg, hogy Rékasik Arcsi részegen fetrenget egy agárdi diszkóba. Tehát, hogy... Abszolút, igen. Persze. Igen, tehát a Karcsi például egy nagy sportember. Igen, ez tök jó. Nekem nagyon szimpatikus volt annak idején, amikor olvastam róla, hogy a 40. születésnapját úgy ünnepelte meg, hogy körbe tekerte a Balatont. Szépen egy lap alatt letolta az egészet. Most már minden évben megcsinálja azt a szülinapján. Tök jó. Nagyon jó. Jó, nagyon jó. Abszolút példaértékű, meg egyébként csak rá kell nézni, hogy néz ki. Nagyon jó formában van. Egyébként igen. És akkor arra gondolsz, hogy embereket bevonni ebben? Simán. Csinálhatnak egy olyan sportnapot, ahol ilyen általában mondjuk nem pozitív éllel szokták használni ezt a szót, de hogy celebek mutatnának be bizonyos sportágokat, vagy lehetne kipróbálni azokat. Egy ilyen sportnapot. Nagyon sok ilyen van. Smukkandor mit csinálna? Smukkandor? Hát szumó. Gyerekek, ha már Smukkandor, csak mondom, hogy ugye volt ez a Lagzics történet, Lagzi Lajcsis történet. Igen. Nem vagytok most ilyenben, most így Lakodalom van. Lajos, jó? Én most nem tudom. Lagzi Lajcsi. Ja, most Lakodalom Lajos, igen. Most nem vagytok olyan. Aki egyébként halálosan jó arc, és tudom, hogy ez a tegnap előtti címlap az egyik bulvárlapon, az egy ilyen bulvár újságírós túlzás volt, mert hogy egyébként röhögött ezen. Ugye volt egy olyan adásunk, ami arról szólt, hogy ki mennyiért csinálna meg valamit. Ugye, és itt elindult egy ilyen 50 millió, 100 millió, a legbanálisabb, legnagyobb közhely téma, amiről beszélgettünk, de ilyen 16 éves gyerekek infantilis szintjén megbeszéltük, hogy mennyiért szúratnád ki a bal szemed. Ugye, milyen téma, vagy mennyire vágatnád le a kis ujjad, vagy mennyire szabadulnál meg egy olyan testrészettől, ami nem kell annyira, hogy kinek mekkora összeg, hát kiderült, hogy ki kisebb, ki nagyobb összegét megszabadulna mondjuk a hüvelykujjától kis ujján. És ugye ott mennyiért szabadulnál meg a púpottól tőlem? Igen. És ott beszélgettünk arról, hogy a Galambos Lajos például mit csinálna, mit tudom én, 100 millió forintért velünk. És ugye fölhívták a Lajost, és elmondták neki, hogy én mit mondtam, aki először ezen röhögött, de ez nem volt jó a bulvár újságírónak, és azt mondta, hogy figyelj, ne röhögjél már ezen, boruljál már ki, akkor nem tudok cikket írni. Lajos akkor mondott egy mondatot, ezt másnap lehozták ugye a címlapon, de én ismerem őt, halálosan jó arc, ezen tudom, hogy ő hangosan röhögött, és semmiféle az a típusú harag nincs benne, amit egyébként a bulvár újságíró leírt, abban a bulvárlapban. És tegnap előtt éppen teniszpályán vagyok. Hát hol lehet olyan, ez minden nap sporthoz. Igen, mert most már hangsúlyoznom kell, hogy ne én legyek az, ugye, a csíra, aki közületek semmit nem csinál, igen. Pont 3 órát játszottam a tűzönapon. Oktattál? Nagyon-nagyon kikaptam éppen. És ugye ebben a megszállásban megemlítettük Smukkandort, és kiderült, hogy Lagzi Lajos 100 millió forintért megcsinál valamit, azt mi bevállalnánk-e. És Smukkandort is kérdeztem, hogy mennyiért, és kiderült, hogy csak 30 millióért már azt bevállalnánk. 2 napja csörög a telefonom, illetve van 2 nem fogadott hívásom egy idegen számról, mondom, egymás után ez gyanús, visszaívom. Fölveszi a telefon, szia, Smukkandor vagyok. De jó, hogy visszaírtalak. Nem veszünk aranyat, bocsánat. Jó, miért nem engedtem el? Figyelj, csak azt szeretném neked mondani, hogy eljutott hozzám az a Max. Még egy címlap. Arra úgy nem akartalak semmi, nem. Kikérem magamnak, mondja így, azt hiszem, hogy nagyon rossz hangulatú beszélgetés lesz,
hogy csak 30 millió forintot érek, ami Galambos Lajos egyébként 100 millió. Mi az, hogy nem 45 millió forintot adsz azért, hogy én beleüljek az arcodba? Azért, mert fogyok urázom? Én kevesebbet érek? Hát ne csináld! Hát legalább érjek már annyit, mint a Galambos Lajos, vagy legalább 50 milliót. Hát milyen világ ez, ahol én csak 45 milliót? Annyira szenzációsan reagált rá, sírtam a röhögéstől, és levezette, hogy neki ez konkrétan fáj. És mi az, hogy a 30 milliót adok? Hát legalább adja már. Úgy alulban értékelve. Annyira jó arc volt, és azt mondta, hogy őt is felhívták az újságírók, és nagyon röhögött, és nem tudtak semmit leírni, mert hogy szenzációsnak tartotta a dolgot. De hogy mennyire így kéne valójában reagálni, mert a Lajos is így reagált, és 10 percig ecsetelte, hogy nagyon, nagyon szeretné, ha az ő árát egy kicsit felnyomnánk. És hogy ő azért, mert most vagyok urázik, kicsit kevesebbet ér. Legyen már legalább egy 45 millió. Mennyire jó arc, nem? Szerintem nagyon röhögtünk. Mennyi idő, úgy tudom, hogy azért ennek van egy átfutási idője, de hogy mennyi idő létrehozni egy olyan SMS számot, amin keresztül lehetne gyűjteni pénzt arra, hogy ez a dolog meg is valósuljon. Mert szerintem egy egész ország viszonylag rövid időn belül dobna össze 45 millió forintot, csak azért, hogy aztán megnézhesse, hogy Smuk Kandor az arcodba ül. Egy hét nem fúrvés után. Mert ugye tulajdonképpen nem akartam ezt újra kihangsúlyozni, de tulajdonképpen ez volt a cikk, hogy egy fét nem fürdés után Smuk Kandor az arcodba ül. De hogy ezen ő nem megsértődött, és elmondtam neki, hogy figyelj ide, egyébként mennyivel szebb világ lenne az, ahol hazánk közszereplői ennyire értenék a humort, és ennyire jól tudnának szerepelni, mint ahogy te, mert hogy ebben semmi bántó nem volt egyébként, és bár ez nem a Lajosnak szól, mert tudom, hogy ő is nevetett ezen. De hogy mennyire sokan sértődnek meg az itt elhangzottakon, és ezért valaki ismer minket, tudja, hogy valójában valódi igazi bántás soha nincs ezekben a megszólalásokban. Nem? És hogy mégis azért mennyire sokan berágnak, megsértődnek, próbálnak visszaszólni, ahelyett, hogy azt mondják, hogy jó poémot, röhögtem rajta egyet. Úristen, mennyire nincs ebben semmi. Így nem? Van. Mert az, hogy a bulvár újságban egyébként uborka szezonban, és ők ezt megírják, az jó, az belefér, nyilván ez a dolguk, hogy a semmiből csinálni egy cikket, hogy el tudják adni a lapot. Jó, az egyik oka ennek az, hogy általában az érintettek nem hallják a beszélgetést, igen, hanem az újságíró azt mondta, hogy hallottad. Hallottad, hogy a rohadék mit mondott rólad. Szóval 45 millió forintot kéne összetarhálni, hogy Smuk Kandor belőjön az arcomban? Hát én azért megnézném, mondom, szigorúan a Full HD-ban. De mondtad az arcomat, hogy a pénz nem az övé? Tessék? Azt mondtad, hogy a pénz nem az övé lesz? Őt az nem érdekli, csak hogy érjen annyit, mint a Galambos Lajot. Nem érdekli, hogy ki a pénzű. Nem, azt mondta, hogy ez nem. Csak ne legyen már ő kevesebb. Karitatív céllal. Természetesen az összeget felajánlanánk a Szemenfény alapítványnak. Tehát legyen az, hogy egy alapítványnak gyűjtünk Smuk Kandor belőle az arcomba. Ezt így végignézitek, összejön 45 millió forint, és aztán az karitatív célra elkezdjük elhasználni. Így vagy van. Több alapítvány között szétdobjuk. Én azért látom a szemem előtt, így a lelki szemeim előtt ezt a pillanatot, amikor ez így megtörténik. Hát kezdjük ott, egy nap alatt meg lenne a pénz. Smuk Kandor mesztelen? Hát, igen. Izé. Vagy van rajta, mint a szumosokon, egy ilyen kis valamilyen kis kötény kell. Jó, lehet egy szuszpenzor. Egy szuszpenzor rajta van. De szigorúan kötném az ebetakaróhoz, ezért legyen egy jó látizzat szuszpenzor. És úgy kell elképzelni, hogy fog egy tár is belemarkol, átdobja a hátam mögött, lemegy négy tíz, nekem rohan hanyad döntés belőle az arcomba. Kicsipent belőle három szemet, ami egy heti adag. És aztán pedig csücs. És egy ilyen szumó birkózás keretéből én is ott állok majdnem mesztelenül, nekem rohant, fölborít és belőle az arcomba. És erre te szívesen gyűjtenél 45 millió forintot. Így van, és akkor mondanám neked az Andorra, hogy Balázs, szólj, ha már sok megy. Sok. Mennyi ideig kellene ott lennie? Egy 5 perc. Hülye vagy, ha megfullad 5 percig, nem bírom. Nem, ínyenc vagyok, nem hülye. Nem tudok levegőt venni. És gondolj, Smuk Kandor belül az arcodba, ott nem veszel levegőt. Ott nincsenek kicsi apró járatok, ahol te tudsz levegőt beszélni. Ott mindent eltakar. De most fogyott, ő mondta. Igen, igen, egyébként fogyókúrázik, igen, nagyon jó, hogy 10 percet dumáltunk vele, nagyon jó volt. Meg ami bemegy Andorba, az ki is jön belőle. Majd ő vesz nagy levegőt. Figyelj, ha megcsinálod az SMS számot és létrehozod, akkor azért abból évekig el vagyunk, amíg összejön 45 értel. Millió forint. Hát meg az az alapítvány összeteszi a kezét is, érte. Nekik mindegy, hogy jön be ez a pénz. Tehát karitatív célra 45 millió forint jöjjön össze. Jó, ennél értelmetlenebb, undorítóbb tevékenységgel ennyi pénzt nem ezt célra nem gyűjtött még össze senki ebben az országban. Mennyi idő alatt? Nagyon lassan jönne. Nagyon lassan jön. Az lenne, hogy megugrana az összeg, amikor beszélünk róla, mint 1-2 millióra, azért erre mindenki nyomna 200 forintot. Csak akkor csinálnak meg, ha már megjött az összeg, tehát nem az lenne, hogy akkor megcsinálod, és akkor várjuk az adományt, akkor nagyon ráfaradsz. Jó, gyereke, először lássuk a produkciót, és utána mindenki meghálálhatja egy SMS-t, és tudod, mennyi jött össze, Bali? 800 ezer forintot. Viszont mindenki nagyon élvezte azt a pillanatot. Nem. A dolog akkor történne meg, ha összejött a 45 millió forint. Ugye? Tehát ez csak akkor történhet meg. Összejön a 45 millió forint, és soha nem félnék annyira, mint amikor 43 milliónál tartunk, tudod, és valaki még cashbe rádobnak 2 millió csak a látványért. És akkor történhetne meg. Na mindegy, hogy milyen jó arc, nem? Hogy mennyire
így kéne szerepelni egyébként mindenkinek. Én mindig ezt látom, ez a beszólt, ugye már eleve a megfogalmazás, beszólt, és akkor a reakció mindig, tudod, a sértődés, az erőből visszamondás, tudod, a felveszem a kesztyűt, és próbálok valami baromi erősen jó, is azért vannak olyan, akik nem sértődnek meg. Jó, mondjuk nem értik. Igen. Nevet is mondj most már. De van az a mondás egyébként, ez nagyon jó, hogy akinek humora van, az minden tud. Akinek nincs humora, az mindenre képes. De ez így van, nem? Tehát egy-egy ilyen beszólás, és annyira látszik, hogy kinek van valójában humora. Hát azért volt egy-két közszereplő, akit mi már így megtaláltunk. Az én nevem mellett elég sok van. Bizony, de van is pered. Tessék? Van is per. Nem, most egyébként abszolút, nem, semmi. Én ezért is örülök, hogy nagyon együtt dolgozunk, mert az nem hír, hogyha Rákóczi Feri vagy Vadonyi egy beszólva, akinek viszont az, ha Balázs beszól, az igen. Mindig valahogy ezek egyébként, mi mindig itt a farmizen, mindig kioszthatunk bárkit, és akkor utána te elviszed a balhét, köszönöm. Igen, tehát valahogy azért mindig ez abból van, amit én mondok, pedig azért, hát azért te sem vész a szomszédba. Tehát valakit meg kell bántani, azért itt vagy velem. Nem, visszafogott már. Tehát azért mielőtt a mennybe mennétek itt mellett, és én a pokorra szállnék, és ezer évig mondanám, hogy induljon a fal, és 16 ezer évig Balázs volt, hogy én vezetnem, és mindig önmagammal találkoznék a fal mögött, azért ti is ott lennétek. Sok velem, melód van ebben, de megérte, hogy mindenért te felelsz. Igen, bármit mondtok. Na jól van, gyerekek, látjátok? Mire a koncertek elkezdődnek, kisüt a nap is. Hát így kell közösen mantrázni, hogy jó idő legyen. Nem volt benne, azért legyünk őszinték, hogy mai napsütés lesz. Hát a ma reggelben nem. És? És mi gyönyörű történik? Az idő. Gyönyörű az idő. Gyönyörű idő lesz 10 óra, akkor a Kasszatibi koncerten, ami bent lesz egyébként a Napfénystrandon, és ha már Kasszatibi eszembe jutott, csak mondom, hogy láttam, hogy rengetegen hozták ki a gyereküket, hogy hátul a sátorban van a Magyar Gyermekmentő Alapítványnak néhány tagja, tehát hozzájuk lehet folyamodni, ha esetleg azt érzitek, vagy látjátok, hogy gyerekek szürkülnek el a Tibi közelségében. Utána 15 órától Vastag Csaba, Vastag Tamás, 17:30-tól Király Linda, Király Viktor, 19 órától Tóth Gabi, és végül egy fergeteges Hooligans koncert 20:30-től. Ők gyakorlatilag lebontották itt a idézőjelben a partot tavaly. Irgalmatlan nagy koncertet csináltak. Így van, és ha Vézolika itt marad, akkor minden órában háromszor egymás után a Balatont elnyomja a színpadon, teljesen váratlanul, úgyhogy arról mi se tudunk. Felajánlok 30 milliót, írja Galamos Lajos. Na, tessék. 1799 Balázs, ide küldjem. Ezret adok, a tévében leadják. Hová lehet utalni? Sok kérdője. Rohadékok. 225.200 forintos SMS. Írja valaki, kiszámolta. Tehát 225.000 ember kell elküldeni 200 forintot, szerintem sima ügy. Egyébként. Láttam, hogy elgondolkoztál rajta, felejtsd el. Mert láttam, hogy csillog a szemed. Neked ez egyre jobban tetszik. Figyelj, a Jackass-nél sokkal durvább dolgokat is bevállaltak. A Jackass, de durva volt. A Dirty Sanchez, néztem őket, igen. Azért ezek elég súlyos műsorok voltak, és valaki karriert csináltak vele. Igen. De nem akarok, lehet, már ezzel karriert csinálni, és bukkandor belőle az arcomat. Azért, mert jó ötletnek tetszik, meg nagyokat nevetek rajta. Mert utána már hova? Tehát egy ilyen magasság után a csúcsa hagynád abban. Igen, ott kell abban. Pedig az a pillanat, amikor leszáll az arcod, te prüszkölöd kifelé a kamillás hintőport. Hát szerintem nem lenne annyira kegyes hozzám. Szerintem nem lenne annyira kegyes. Azt mondod? Mit csinál? Rombolja a Tibi az imidzsünket szerintem. Fölmászott. Fogadjunk, hogy a Tibi fölment ünnepeltetni magát. Annyira tudtam. Csak rá tudta venni a biztonsági öröket, hogy fölrakják. Tibi, figyelj! Jó, hogy fönn vagy, csak elkezdett egy picit repedni itt a mennyezet. Gyere le, mert ránk. Léci. Légy ránk tekintettel, nem akarok bányászbalesetet, hogy benragadunk itt a tárnában. Hozzatok egy vödör dévérkeszeget, azzal le lehet csalogatni. Dobjatok neki zócsemegét, azt nagyon szereti. Drága Tibi, még van egy 25 perc, az valahogy exhibicionista hajlamaidat próbáld visszatartani. És nézd meg, szeretem. Nincs itt valahol egy horgász felszerelése, le lehetne rántani egy drilling poronggal. Dobjatok kukoricát, arra rámegy. Igen, de csak ha vaníliás. Igen. Na jól van. Gyerekek, viszont még miközben Tibi ünnepelteti magát, ami egyáltalán nem baj, itt nekünk még Fradi jegyeket kell sorsolni, de mi lenne, ha most itt a helyszínen adnánk oda valakinek, nem? Nagyon jó kérdés. Ötlet. Mi az, hogy nagyon jó kérdés? Nem kérdeztem semmit. Tudjátok, van a Fradi Chelsea meccs, ugye? Szeretné valaki ezt a helyszínről egyébként megnyerni? Tehát van érdeklődés? Van érdeklődés. Jó. Akkor felteszünk egy kérdést, mindenki próbálja átgondolni magában a választ. Az internet. Vagy ha nem, akkor 3G-t segítséggel hívni és megválaszolni, és akkor a helyszínről választunk majd egy nyertes, ha már tényleg itt álltok 6-tól 10-ig, akkor valahogy így véletlenszerűen kiválasztunk majd valakit, akire rámutatunk, és ő elmehet a Fradi Chelsea meccsre. Ráadásul 2 darab jegy
kettő darab jegy van, tehát vihet is magába valaki. Aha, ugye? Nagyon jó helyre, azt előre mondom egyébként, bocsánat, hogy a szabadba vágok, hogy egyáltalán nem tűnik majd könnyűnek a kérdés, de hogyha valaki kötődik ez a klubhoz, érzelmileg annak tudnia kell. Aha. Így van, na mi a kérdés? Na most frusztráltam mindenkit, most igen, na figyeljetek. Ki volt a Ferencvárosi Torna Klub alapító elnöke? Hú, de könnyű. Hát figyelj, ez internet. Valami Ferenc nyilván, hiszen Ferencvárosi. Figyelj, meg az ő emlékének állított szoborral nap, mint nap lehetett találkozni. Úgy már egy kicsit egyébként tényleg könnyebb. Ne segíts. Na. Úgy fogjuk kiválasztani egy nyertes, hogy egy Kassatibi CD-t bedobunk a tömegbe, akit eltalál, az mehet, jó? Igen, aki szörnyet hal. Jó, ne írjon senki SMS, tényleg jó, mert hogy akkor a helyszínről választunk játékost. Egy pici szünet, aztán jövünk a nap legjobb pillanataiban. Jajjaj, 3-4-10 lesz pontosan, 2 perc múlva, hello mindenkinek, jó reggelt. A Fradi kérdés még áll, egyelőre nem választottunk nyertest, úgyhogy ha valaki tudja, akkor majd egy adott pillanatban jelentkezzen, és akkor itt élőbe kiválasztjuk. Megvan már a jó válasz, egyébként megvan. Mennétek a meccsre. Nagyon nehéz erre a meccsre egyébként bejutni, mert hogy regisztrálni kell, meg mit tudom én, törzsszurkoló, ilyen kártya, olyan kártya, de mi ezt a dolgot úgy intézzük, hogy aki nálunk nyer, az pikpak. És nem beszélve arról, ugye, hogy a jegy darabja 22 000, tehát most egy 44 ezeres csomagot fogsz oda dobni valakinek. Igen, így laza. Nem a készpénzt adja a jegyet, te! Igen. Azt mondja, hogy kérem a pénzt! Ja, hogy adjuk oda, az egyébként az is jó meg, hogy gyerekek, hagyjátok egyet, adjátok oda a 44-et. Aztán ja, majd mi elköltjük. Bocs, hogy picit késtem, csak jöttek a kölcsönzőből a bicikliért, amivel a Feri jött reggel. Megérkeztek a lila kócsak bicikli kölcsönző. Lila kócsak bicikli kölcsönző, mint a Gárdonyi sétányról, hogy add már vissza a bringet. Hát ha a Gárdonyi sétányról jöttek, akkor az már egész jó egyébként, igen. Na... Fiúk, ti hívtatok? Hívjatok újra, kérdezi valaki SMS-ben. Nem, abszolút nem. Viszont mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszélgettünk a mai napon. Ugye egyrészről, én ma egész nap nem voltam skipén, de jó Isten. Sokan írtak. Nem csak ott szoktam megkapni Annától, de most látom, hogy a falra írt. Miben kell a férfiaknak füllenteni? Nem ez volt a téma, Anna. Az volt a téma, hogy miben kell a nőknek ugye füllenteni, miszerint ha nem akarják, hogy ugye tulajdonképpen problémás vagy balhés legyen a párkapcsolatuk. Ugye? Azt majd, hogy miben kell a férfinak füllenteni, jövő héten megcsináljuk, mert legalább annyira érdekes, hogy egy férfi miben kell, hogy hazudjon otthon, hogy mondjuk a feleség ne boruljon ki. Ennek most meghallgattuk a női oldalát, vagyis a nőknek miket kell elnézni, tűrni, esetleg legyinteni rá, hogy kevesebb legyen a konfliktus a párkapcsolatban. Nem zavar, hogy nem tusoltál. Igen, már egy hete. Igen. Erről beszélgettünk és megkérdeztük az itt áldogáló hallgatóinkat is. Valami teljesen váratlanul fölbukkant Vézolika. Ezt dicséretnek, szeretetnek vettük. Én mondjuk próbálom földolgozni azóta is, hogy jött. Érdekes igen. Egyébként, hogy mindenhol megjelenik, ahol te vagy. Én azért megnézném el indulás előtt a csomagtartóm. Nem, ahol én vagyok, ahol mi vagyunk. Hát legutóbb Füreden, most gyerekek 2 hét múlva Debrecenben. Hát figyelj, nagyjá vált. Úgyhogy beszélgettünk Vézolikával is, és meghallgattuk az ő dalát, ugye Komszi-Komszen feldolgozás, valamint egy Pataki Attila örök érvényű dalra is rukkantunk, a November Rain a Guns N' Roses-tól az Edda feldolgozásával. Ebbe is belehallgattunk, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 6 perc van pontosan, 10 óra, és itt Balaton elején egyébként, ha még valaki gondolkozik, hogy induljon-e, gyerekek, verőfényes napsütés, felhő, sehol, hát arra ja, igen, de azok már elmentek, gyerekek, süt a nap, úgyhogy kitörni látszik a nyár azért, mondjuk meg rászolgáltunk, megérdemeljük. Vártunk az elmúlt, rá egy kicsit. Az elmúlt másfél időjárását azért így picit gorcső alá véve, abszolút megérdemeltük, úgyhogy jó idő van, és 10 órakor már, micsoda, hát ahogy is mondjam, hát pár perc múlva odaadja magát a közönségnek. Na mi van, készülsz? Megmondom őszintén, hogy egy életmű koncert jön, tehát 20 perc plusz egy neoton, tehát ezzel támadunk, kim voltam, autogramokat osztogattam, rutinosak egyébként, de a detikálók kártyának eleve a hátulját tartották, mert azzal fogják fölragasztani a falra. Tehát, hogy ott aláírták, de az, hogy fájdalommentes volt. Akinek elmaradt a kép, nem tudtam lefotózkodni vele, annak még jegelem a bal mellbimbómat is meg lesz, jó? Tehát, hogy jövök majd még kiartoskodni. Hány dal lesz? 2+1 tényleg? Vagy 3+2? Hát úgy van, hogy a hullócsillag az eleje, akkor jön utána a hullócsillag, és a végén még egy ráadásban eltolom a hullócsillagot is. Hullócsillag. De ez is hullócsillag, hullócsillag. Tehát az úgy mondta, hogy az tényleg nem van. Igaz, de az igaz, egy országot vezettél meg ezzel. Hullócsillag. Ilyen tökéletes prózódia, hogy ez a hulló. A D-ben ne, küldök neked, hullócsillag. Na, ez a hullócsillag. Neked, hullócsillagot. A koncerten konkrétan már ilyen rekordokat kellett felállítanom, hogy most megcsinálom.
csinálom ötellel, küldök neked, és akkor ugye, hogy kompenszáljam az egyet. Igen. Na jó, van, szóval 10 órakor akkor megmutatod magad a népnek. Hát embertelen lesz, hogyha olyan a hangulat, föl is húzom a pólómat. Beterítem a közönséget az alhassammal. Mindenki elfél alatt olyan, mint egy nagy ernyő. Jó van, Tibinek köszönjük szépen. 10 órakor tehát már bent a strand területén. Egyébként ugye Kassa Tibi nyitja majd a koncertet, aztán kis szünet, és akkor jönnek a Vastagék, Királyék, Tóték, Huligenszék. Nagyjából ez a... Tóték, a Huligenszék, a Királyék, meg a Vastagék. Egy családos túl mennek a zimbarda föl. Gyerekek, Fradi jegy, valakire rá kell mutatnunk, tegye fel a kezét, aki menne Fradira, nem nyereményvadász, nem eladni akarja egy jegyet, tényleg tudod, ott akar lenni, szólok. Tényleg drukkol a Fradinak, tényleg, tényleg nem az, arról szól, hogy gyerekek zsebben 44 eladom a vatarán a jegyet, tehát hogy valakire rá kéne mutatni, ki kéne választani. Jó, van, jó? De Feri, csinálj olyasmi, vagy olyas valaki, szépen. Akinek nem árt, ha utálják, Tibi, itt vagy még? Igen. Választasz valaki fiú gyorsan? Fiú vagy lány? Rád bízom, aki szimpatikus, aki helyesen mosolyog, és aki bármit megígér. Jó? Ő az! Ő itt elől az első sorban? Igen. Ó, jó. Legyen ő. Jó, megszólaltatjuk? Meleg van. Persze, igen, mutatok is, meg még a... Szóval elviszek egy lábpát, de tényleg. Hát jó, gondoltam, az ilyen, ha rámutasz legalább egy mondatot, szóljon. Hello! Szia! Mi a neved? Sára vagyok. Sára? Tudod ki? Ő nyert! Igen, Sára, tényleg szereted, vagy tényleg ott lennél? Vagy, igen, tényleg. Tehát jó helyre megy. Vagy igen. Család. Nem, vigyázzunk. Nem, barátommal megyünk. Helyes, mert hogy ezt külön mondták, hogy mondjuk, hogy nem átruházható. Jelentsen ez bármit is. Jó? Okay. Tehát, hogy senkinek nem lehet odaadni. Nem kell válaszolni a kérdésre. Vagy a Fradinak szurkolni? Most a Fradinak. Egyébként nagyon jó, amit a Csabi mond. Hello Csabi, hogy még nem hallottuk a jó választ. A kérdés ugye úgy szólt, hogy... Igen, én kivártam egy pici. Jó, hát igen, az még elmarad. Jó, a kérdésünk ugye, hogy ki volt a Ferencvárosi Torna Klub alapító elnöke? Dr. Springer Ferenc. Pontosan így van. Hihetetlen. Ezért hogy tapsol ő. A közönség a nyertesnek? Hogy tapsol, igen. Néhány arcra kiült az irigység, hát ezzel tessék meg, barátom. Mire gondolsz most? Lemaradtam róla. Na, igen. És milyen barátian fogalmaztál, igen. Szép. Oké, gratulálunk nektek, jó? Köszönjük. Felveszük az adatokat, és akkor küldjük majd a jegyet. Csabikám, jó reggelt, hello! Jó reggelt, szevasztok! Nagyon-nagyon sokan vagyunk. Igen, jaj, tényleg sokan vannak. Van. Igen. És ugye most még csak itt a strand előtt vagyunk, aztán bent a színpadon nem sokára Tibi bevonza innen az embereket, de azért egy páron maradjatok, hiszen elindul a Klassz Kívánság műsor, és 3 órán keresztül kérhetitek kedvenceiteket. Bizonyám. Reggel mivel? Nagyon megijedtem, amikor felébredtem, és kinéztem az ablakon, és azt láttam, hogy olyan szürkeség van, mintha még mindig este lenne. Aztán kiderült, hogy még csak éjjel 2 óra van, és igen, el van húzva a szúnyogálló. És aztán visszatöltem, így van. Igen. Jó. És levettem a napszemüvegemet is. Remek zenék lesznek? És ráadásul hozom a remek zenéket, például Ed Sheeran újdonságát, amit én nagyon-nagyon szeretek. Pharrell Williams vokálozik benne egyébként. Pharrell Williams most mindenhol ott van, vele el lehet adni bármit, ezt az újdonságot is, a Sync című dalt. Egy jó Ed Sheeran. Jó, ez viszont jó. Jó, meg ez a vokalista is. Igen. Jól van, drága lelleiek, mi elköszönünk tőletek, jó? Nagyon jól éreztük magunkat. Igen, nagyon helyesek vagytok, hogy ennyien kint voltatok egyébként. Köszönjük szépen mindenkinek. Így van, Tibi kicsit magára vette, hogy miatta jöttetek, nem baj. Maradjatok igen. Már kint a koncert alatt itt, jó? Mi dedikálunk, maradjatok. Hagyjuk már meg a Tibit a boldog tudatlanságban, hogy most miatta jöttetek el. Sose szoktam nagyon sokat maradni, az adás végig alatt mindig most... rohannom kell Peste, most másfél órát maradok, csak maradjatok itt, jó? Elég fél óra. Hozok még repi ajándékokat ki, jó? Csak tényleg egy picit. Most megszorunk benneteket, csak nem menjetek el. Nem, természetesen azért nyugodtan menjetek be a koncertre, hiszen Tibi ott büntet majd. 10 órakor. Mi pedig hétfőn újra visszatérünk, ugye? Még csak egy jó. Mondat, hogy na. A recept fönt van a Facebookon. Ja, recept, mi a recept? De hülye vagyok, annyira nincs péntek hangulatom. Hát most sportolunk, tudod? Na. Hát ja. Csíra, saláta. Aj, de ahogy is, francokat. Tényleg erőt eszembe Feri, hogy akkor le kell venni gyors kötözőket, meg a fóliát a bicikliről, ki kell csomagolni. Zala megye híres étele a prósza van, krumpli prósza, és van hozzá kacsamel, rozé, sütve, és van hozzá megy. Ez vagy te. Tessék, ez vagy te. Nem ez a biciklivel jövök, zapkását teszem, és ezért 10 dek a kömény maggal folytom le. Ez vagy te. Kacsarozé. Csabi, mondnál meg, hogy ittunk-e tegnap este, vagy nem. Zsír. Az van. A prószán zsír van, zsír van. Ez vagy te. Tegnap találkoztam a régi Ferivel. Igen, este. Mit csinált? Hát volt egy alkoholmentes sör? Aha. Mondom, a régi Ferivel. Na. Volt egy pár liter bor az asztalon, amit aztán elpusztítottunk. Ez az igazi Feri, aki mindig is mert jó az volt. Mert az új Feri elfáradt, mire ideért. Hát igen. Igen. Jól van, drága lelleiek, búcsúzunk. Jó, Csabi jön a kívánság műsorra. Mindenkinek nagyon-nagyon szép hétvégét kívánunk. Jövünk hétfőn 6 órakor. Szevasztok! Köszönjük! Csáu!